Na, vissza is értem. Hagyjunk vissza IC-re. Reméljük, hogy ez megold mindent is, hogyha nem, akkor dühös leszek. Lightborn zene megvan. Raging mode. Na, megérkeztünk végre. És megint ott van az a csík oldal, de az miért van ott néha? Jó, hát az... Tényleg kezd kiakasztani ez a mai nap. Esküszöm, nem értem, hogy ez mitől van ott néha. Ez lassan a Rage Streaming lesz. Kisorsolták már vajon a cuszlimuclit?
Na, a srácokat már hallom. Hopp, valami csajszín nyerte. Vagy mit köszön ennyire? Haló, haló, itt vagyok. Haló, haló, Transparket közepén várjuk a kúpoló egységet. Haló, Na, mi Phoenix történt? Omaha-ba tart a szerelő barátjával a nagy döggel a seggük alatt. A Pozitív. nagy döggel a seggük alatt. Ki nyert végül? Nem én. Valami Jehú. Bencsöldek. Gyertek, srácok! Na, nem tudok kiugrani. Most jövök, csak még vettem ki egy vizet. Kapcsolok az zenét pillanat. Van kúpoló zene is, csak mondom. Akkor még se kúplomnak még se haja hosszú. Akkor a kicsi kutyú! Ah, shit! Here we go again. Na szóval. Más viszont. Mi történt? Akkor kérlek, meséld el, hogy hogy a te hibád, hogy ez a buli nem úgy sült el, ahogy első? Azért az én hibám, mert bejöttem, és készpénzben volt nálam 10 000. Ezért. Nem a bankszám nálam. És? Ez a és úgyhogy el kellett mennem az ATM-hez, és húztam az időt, úgy. Az már komoly. Sajnos. nem tudom, hogy tudod egyszer a 4 ATM-et befoglalni amúgy. Mi is van? Ja, elfeküdtem. Ja, hogy miatt, hogy nem tudod senki más pénzt kivenni? Így, elfeküdtem és úgy vettem le a pénzt. De amúgy elég rosszul csináltad, mert nem tudom, aki megnyert, az ki tudott még is venni pénzt. Hát igen, én a végén jöttem, és akkor nem tudtam kivenni. És akkor miért nem vettem az elején? Akkor már ja, David lakai ilyen van. Máskor akkor az elején feküdjek oda? Igen, az elején egyből senkit nem engedj pénzt kivenni. Valaki jön, azt jó, is, jó. Aki mondja, aki be akarnia, iratkozz versenyre, ne enged. Mikor a kasztanál kompenszerűen? Igen. Oké. Okay. És most nincs droga szervezetembe. Megbeszéltük. Szia Giant Shark! És akkor most nevezik meg kupol. Akkor megkérem a fő kupolomastát, hogy akkor vegyél el a drágját, és akkor a cheatbotta verjél. Ja? Milyen botta? Cheat bot. Nem. Akkor mindenki kapja le, akinek cheat botja van. Új Freddy már, mint... azért új Freddy, mert ugye, amikor átvettem a vezetést, azért én egy kicsit máshogy akartam csinálni a dolgokat. Mert ugye... Most beszéljünk meg. Jézusom, de hangos mindenki. Szóval ugye ezelőtt laggeré volt a Freddy, laggeré volt a vezetőség. Figyelj! Az egyik az, hogy csendve, másik pedig az, hogy most így mondjuk. Töki, tökére gondolsz? Mi a gond? A ti kockás suklában van? Ahogy mondják, ott gondolom, nem beszéltünk, adjunk el neki. Jaj. Szóval amikor valamit egyezzük már meg. Amikor én átvettem a Fradit, vagyis megkaptam a Fradit, hogy én lettem a vezetője, akkor lett igazából egy új Fradi. Mert mégiscsak szinte teljesen átalakultunk, teljesen megújultunk, szinte mindenki új, aki van, csak egy-két név nem. Ja. Úgyhogy ezért lett gyakorlatilag a a cím egy új Fradi. Nagyon siettek? Haló, haló mindenki. Nem csak épp fáradtságú voltam. Jó, gyerekek. Nem tudom, mi történik így cél, mondjuk. Hú, kicsit szartam egyébként, hogy három oldalról fogtuk megkupolni, főleg ilyen szőrös modellot. Szőrös modellot. Mr. T? Ja. Ki tudja, hogy hol szőrös? Rossz fiú? Még. Szerintem csak a szakállal... Nem gondoltam, hogy ezt rejtjük az... Szerintem csak az áll a szőrös. Vagyis bocsánat, professzor T. Én nem derítem ki. Hát ő be tudja fogni a haját így, igazából. Hol vagy még szőr? Nem is téged kérdeztelek. Jó. Ez vált benne, hogy
És hogy vagytok egyébként, hogy miért nem sikerült, hogy abból összeadottítek volna? Mert az emberek nem vevők a bulira. Szerintem. Ja, már nem voltak alapból. Hát, megkérdettük a bulit félre, és gyakorlatilag egész inkább senki nem jött be. Úgyhogy... Az az egyik, a másik meg úgy adtunk el 22 jegyet, hogy abból 8-at Alfonz lett meg. Szóval igen. És két hétig volt hirdetve. Olyan, mintha mindenki téli álmot aludnának, vagy nem tudom. Főnék, hogy szóval várunk egy-két hónapot, aztán meglátjuk, utána nyitunk egyszer megint. Valami jó, ilyen, olyas, mint a White Party-val, ami volt annó. Most meglátjuk, hogy mennyien vevők rá megint egy pár hét. Annyi nap közvetlenül hirdeti, hogy nálunk van buli szervezés lehetőség. Persze, akár. Azt tudtam is abban, hogy Keronnak is, igen, hogy itt kibérelhető csapatépítő tréningek, lánybúcsúk, esküvők szervezése, tehát bármit. Azon kívül értelmetlen bármivel is gondolkodni, mert úgyse fog már lenni az így. Igen. Szállítások úgyis megvannak, hál' Istennek. Ja. Egyeztessünk majd árat hozzá? Menj egy buli. Igen. Ja, majd egyeztetünk. Nem kérhetünk... Azt tudjuk majd megcsinálni, hogy főre meg... Attól függ, mit fognak kérni. Ja, igen. Hát sokat nem kérhetünk, mert ugye hiába kér sokat a purse, meg a kaszinó, viszont ott jacuzzi is van, meg medence. Tehát gondoljatok bele, hogy mi nem kérhetünk fél milliót egy klub helyiségért. Ú, a purse-be is van egy nagy medence. Meg, meg itt vagy te. Ott lent. Akkor 5 millió, miért fél? 5. 5. Ennyi minimum. Az 5 millió csak azért bejönnek az ajtó. Azaz. Nem is tárgyalunk. Meg itt van az a szőrös pali is. És ő szőrös, szóval az még 5 millió. Már szőrös. 10-nél kezdődött. Ja? Így van. Önél megyek, mert mennem kell. Köszönöm szépen, hogy megkupoltatok, meg ilyen. Sziasztok, vigyázzatok magatokra, meg jó szórakozás, jó pihenés, sziasztok. Te is, csöcsö. Szia. No. Na, ez mindenki, aki itt van, igaz? Szegény Ice már elment dolgozni. Nem biztos. Mystic nincs még. Azt mondta, nem sokára érkezik, csak rottyom van. Bikuci, te izébe? Hát, miután bejutott, oda is vitte. Rendes volt. Oho. Főnix meg van a hába. Bejut. De egy ideig nem fog jönni a hába, mert TK-ra vágta a kocsit. Négy lyukas kerékkel, meg füstölgő motorra. Gyönyörű. A hotelfot? Az komoly. Nem a hotelfot, a kocsit. Írd van a Twitter. Hadszorhatottak. Írd van a Twitter. Ott már égett is. Like-veletek a képet? Ja, az nem az. Jézus. Atyaj, hígok. Na, szép. Jézus. Akkor ez drága lesz. A Skangent, azt pedig nem szeretném. Megesik. Az szék, az. Mondta a kabra, majd eldőlt jobbra. De akkor menjünk a cifradába, nem? Just. Ja, ja. Mindenki? Hová megy? Igen, igen, mindenki az irodába. Szerintem. Jó. Mindenki. Én szerintem körbe megyek, majd... Parancsolj! Buklom, gyere idő! Hogyha végeztél, akkor várunk az irodába mindenkit. Oké, oké, sírtak, ahogy tudok. Hát, ez szomorú volt, ez a buli. Mondjuk ez nem is volt nevezhető bulinak. Felőlem. Adjam már nekem is. Köszönöm, gyere adom. Igen, csak gyújtó fel neked. Na, ennyien leszünk durván. Ja még. Főnéksz, meg kuplunk, nem tudom, hogy jön-e még. Kuplunk, hol vagy? Kuplunk. Kuplunk?
Hát, ha léri valaki. Szia! Csaj és srácok az. Hát most egyedül vagy csaj, nem? Végül is igen. Várjál inkább a másik oldalon. Oké. Na szóval szerintem akkor ezt egyértetően kijelenthetjük, hogy a kocka az mostantól nem lesz buli hely, hogyha ennyire nem megy. Maximum, hogyha tényleg valaki fel akarja bérelni, mint tegnap mondjuk a pirosak. Nem tudom, hogy ott volt a fogyasztás bármi, vagy... Vagy az ott hogy ment éppen? Volt némi, nem sok, de kevés volt. De ennek ellenére, hogyha bárkinek van bármilyen buli ötlet, azt szívesen várjuk, és nem vetjük el azt, annak az ötletét, hogy ne szervezzünk bulit. Hát figyelj, nem azt mondom, hogy most minden héten, de most valakinek lesz egy ötlete, akkor azt dolgozhatjuk. Húsvétre mit lehet, hogy neki nyuszinak öltözik, azt toljuk a tojásokat, vagy mi? Ja. Nyuszi fiúk, nyuszi lányok. Az. Nyuszi fülekkel vannak a kultba. Van akinek akkor miért tudom használni a ruhába? Új elszületés, húsvétra. Az mi az? Jézus feltámadás. Ilyen istenes témát szerintem. Még volt ilyen vicces. Meghagyjuk a tegyháznak az irodába. Nem csak tippad. Nem hiszek az ilyen ördögi dolgokban, mint a Jézus meg a feltámadás. Idézzünk démont, amúgy. Azaz. Elég démon vagy te. És igaz? Jó. Nem tagadom. Bocsánat, nem tagadom. Szik a levegő, ahogy látom. Ez jó lett. A házi sártány. Azaz. Nem vagy nem szólni. Az mi az? Nem tudom. Ki mondta? Ki van? Hagy földet rá. Nem mehetek az ilyen dolgokhoz. Milyen szató szántóval? Szántó. Már Szántó lett a neve. Beszélgessünk. Szántó Péter. Jó van, akkor rendben srácok, haladjunk. Igen. Na akkor. Semmi van, el tudjuk kezdeni nélküle is, nem marad a semmiről. Így van. Tudjátok-e miért hívtunk össze? Nem. Lász lesz. Nem egészen? Igen. Igen, vagy nem egészen, azaz... De azért még lehet. Azt akarná. Hát, ja. Tomasz, textilt várj. Megjöttem, csak tudom. Ez az, dobd a textilt. Fog, azok lehet, nem használom elég. Még mindig nem jó, az a vacak. Fontos dologról van szó. Ez vicc. Igen. Eljött az idő. Mondod, Jazz, hogy csak kezdjem el. Ó, te Isten. Majd rájön. Nyugodtan mondhatod. Bár-bár nagy részt azért tudják. Pénzosztás! Fizuma srácok! Mondtam én, hogy eljött az idő. És ezt miért nem lehetett hamarébb egy mondjuk egy két órával, mielőtt még jelent, lett volna többen, amely jelentkezze. Azért beelpasztad volna az összes pénzt, és ezt nem akartad. Keverő. És attól még az jó lett volna, lett elvitatok, hogy... Jó van ez. Végre! De csináltam, hát én próbáltam, de nem tudom, hogy miért nem. Mindegy, majd utána olvasok már. Ez így vicc. Szorba, azt tudom. Aki kapott, az álljon. Leszek így itt állom. Múltkor is váltam duplát. Nem értem, hogy mi. Köszönöm. Jobból kell repet, az tudod. Köszönöm szépen. De legalább nyertél. Mit szaszítottél fel, az szép. Köszönöm szépen. Megvitt téged a végig. Megdupládom, és de azt én is támogatom naprának a... Jó. Kaptál? Nem kaptál? Nem. Jó. Naprának. Köszi szépen! Köszönöm szépen! Kövi! Főni! Királyság, ez már is mi volt tegnap feled? Tegnap mármint, hogy érted? Hát az üldözés után. Ja, az igazából bevittek a shitet, aztán leültem. Leülted? Ja. Engem kiengedtek csekkel. Engem is kiengedtek volna, de szarokra nem fogok 150 ezeret fizetni egy kérdezett borzadásért. Mert rosszul számoltam. Ahol még felek se voltak velünk. Úgyhogy úgy voltam vele, hogy leszarom, bent ülök. Na hát én nekem esőségbe repülni kellett, szóval nem volt ilyen lehetőség. Ja, persze. Jó van. Úgy nézek, hogy mi van, kubai vezet. Tessék! Köszönjük a fizut. Mondom, úgy nézek ki, mint valami... Nagyon szívesen gyermekem. Azt hittem, hogy te kubu
Mindenki tegye le majd amúgy, hogy bárki elvegye tőletek, vagy bármi. Mindjárt még lesz valami amúgy? Az az. Nem, a csörikében be. Mint valami kubai meleg úgy nézett ki amúgy. Semmi extra. A 20-as, a 20-as, a 20-as. Várjál már, nem, ez menő, figyeld már, ezt nézd, ezt nézd. Köszönjük kéne Szilveszternek hívni. Jó, nagyon távol. Az igen. Köszönöm. Mindenki megkapta? Igen. És eljök meg. Nice. Na, én nem ért lerakom, viszont még nem érdekel. Így van, legyél, tegyétek rá. Égybe, hopp. Igen, igen, majd maradjunk egy picit. Le, kiabálj, akkor szerintem, hogyha nem maradom. Na. De én, ha meg az a baj, ha kiabálok. De jó, jó, most hallom. Inkább kiabálj szerintem. Az az. Azt a kukufázz meg. Szerintem, hogy közelebb. Mindenki, hadd mondjam el. Várjunk, várjunk még. Érjen vissza mindenki. Jöttök. Ja, csak lerakják a pénzt. Ne becsüljetek annyit. Meg lehet elmentek kulni. Hogy ennyi lett a fizuk? Hát benne nem volt már 3 hete. 3 hete nem volt fizetésetek. Nekem volt egy hete. Fel se tűnt. Kettő hete. Adj csak vissza a pénzt. Csak vissza. De ezt akkor testjelni. Akkor nekem adjátok, mert én adtam nekik. Azaz. Kevés volt, kevés. Nagyon kevés. Kici, apró. Megérdemelte, annyit gyárt, hogy gyerekek a kockába éjjel napra gyártottak a jelpiát. Azaz. Amúgy főni? E már! Mondjad! A többi hot knife-ot el akarjuk adni? Igen, el akarjuk adni. És mennyiért adjuk, ha adjuk? Hát beszer áron adjuk, mert a full tuningos így annyiért adhatnánk, de nem veszi senki. És akkor mennyiért lesz eladva? Nem érthetünk is. Hát, tudja a fasz, mennyiért vettük őket? 600-ért? Vagy 7-ért? 7-ért, 700-ért. Hát figyelj, hogyha neked kell egy, akkor megkapod 600-ért max. Csak szólok, hogy nem akarjátok akkor. Hozhatom vissza a pénzt. Azaz. Visszaadom most a pénzt nekem, jól beszéltük. Aztán nem lesz pénzed semmire, baszod. Nem baj. Na, a lényeg annyi, hogy elég nagy számmal vagyunk most, bár nincs itt teljesen mindenki. Lassan meg vagyunk erősödve, úgyhogy készüljünk arra, hogy valószínűleg Deltát azt hamarosan ki fogjuk hozni a beriből. Egyez, erre mindenki készüljön lélekbe. A legjobb tudását majd elő kell vennie mindenkinek, illetve mert nem felejtettük el továbbra se a fekete ruhásokat se, akik tegnap ránk támadtak. Róluk majd érdeklődni kell, illetve utána kell járni, hogy kik lettek ezek, meg a hát a farkas maffiának, amit csináltak, az még mindig szódja szemünket, úgyhogy őket majd meg fogjuk egyszer látogatni. Annyi van, koradél után a gamorrások jöttek, és azt mondják, hogy állítólag a 187 volt. Egy srácot kivallattak, és azt mondta, hogy ők voltak azok. És milyen srácok, mennyire fix info? A hármat hallgatott ki a FIFA. És három, bocsánat. A hármat hallgattak ki, és ők megerősítették, hogy 187-esek. Illetve azt is leinfózta. Így van, azt is leinfózta, hogy még anno elkaptak egy másik srácot, aki bevallotta, hogy a 187, azaz a Stifler bárnak a tulajdona. Na. És az valamennyi lehet az is, mert ott máskor láttuk. Igen, az amúgy én is feltételeztem már erősen. Ja, és majd, igen. Majd egyszerűtünk a Stiflerre, hogy szerződéskötélymás között a kockával. Igen. Vagy hát nyilván majd el kell velük beszélgetni. De az jó, hogyha tudunk róluk infókat. Stifler. 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 Akkor ne stiflerezzünk. Stifler. Jó, akkor Stiflerre kell rá, az Kínába Stifler meg. A buzsár! Ja, nyugi. Így van, csak jó a buli, csak sok a köcsög. Azaz. Szóval... Miért vannak nem köcsögök itt?
A farkasokra majd szeretnék egy tervet, hogy legyen, hogy pontosan elkapjuk őket, vagy eléjük állítunk úgy, hogy ők annól, amikor mi meggyengültünk, vagy majd erre kitalálunk valamit, akár ötleteket nagyon szívesen meghallgatok erre. Álljunk eléjük teljes díszben. Így van, csak hát. Kolorba, gyönyörűen szépen odaállunk, és akkor oda megyünk, hogy nem izzunk. Én nagyon szívesen rájuk rákopintok a kis puksiukra, kis drágámmal. Az lesz. Mindegy, igazából azt is tudjuk, hogy hol laknak ugye, a Playboy villában, úgyhogy azt nyugodtan meg lehet figyelni, akár elkapni egy-egy embert, majd beszélgetni velük egyet, hogy Mizu van, hogy vannak. Mondjuk furcsa, hogy így majd a farkasokat, mert tegnap előtt írtak rám, hogy mennyi az egy két igedek. Hát meglátjuk. Előléptetés nem lesz? Mi történt, vagy... Nem spoilerezek. Itt álltad meg motorra a Delta után. Igen. Aznap kerültem ide be hozzá. Igen. Kicsit kinyílt a csipájuk. Mikor ide álltak, hogy... De most kinek mondták? Neked? Mármint? Kérjük bocsánatot, azzal jöttek ide, hogy Jasszhoz oda mentek, hogy kérjen, mondja azt, hogy bocsánat, amiért megszerveztük annó azt a tárlepakolásos dolgot. Igen. Mert hogy a fülükbe jutott, hogy azok mi voltunk, és az direkt volt így szervezve, csak nem tudjuk. Hát ez jó kérdés. CNN-en ki volt akva, hogy voltunk. CNN volt... Jó. Mondjad az a biztos, az a biztos, hogy mostában figyelgetnek is, mert mondtátok, tegnap vagy... Alfonz, legyél szíves, mondd el még egyszer, amelyen én szeretném azt hallani, amit mondasz. Onnan tudták, hogy CNN ki volt rakva egy... ahol mikor volt a leges ime, vagyis ima, és ott volt a pap, és ott voltunk a Lost-tal. Onnan gondolták, hogy volt valami, és előttólag a Lost is elmondta nekik. Még nem hiszek, de... Hát az, jó, ez kamu, de... Annyiból nem lehet leszűrni az, hogy mi akkor éppen rosszba voltunk. Most azért, mert bemegyünk egy misére, és nem kezdünk el ott lövöldözni, attól még ez nem jelenti azt, hogy jó vagyunk velük. Úgyhogy ez bullshit történet, hogy ők ezt innen tudják. Főleg, hogy a... ott az a rész, az úgy tudom, hogy szent hely. Volt akkor. Nem volt akkor még. Akkor még nem? Akkor még nem volt, most már az. De mindegy, ezt nekik is elmagyaráztam, hogy hagyjuk már ezt a kabu történetet, hogy ők innen tudják, mikor ez most azért, mert bemenjünk egy misére, és ott van mondjuk X illegál frakció, akiket nem kedvelünk, attól még nem fogunk ott lövöldözni. Úgyhogy ez egy kitalált történet, hogy ők ezt innen tudják, valakiktől megtudták, és én sejtem, hogy a Lost-tól mehetett ez az információ tőlük, mivel tőlünk senki nem adott ki ilyet. Hülyének az emberek, ne nézzenek. Biztos nem köptek, Lost-tól se inném. Hát, pedig tőlünk nem köptek, és valahogy a fülükbe jutott, úgyhogy. És erről csak két család tudott. Jó. Viszont a Lost-tól pedig jóba vagyunk, úgyhogy nem mindig, hogy elmondta volna neki. Most már el vannak tűnve. Lost? Farkasok vagy Lost? Lost. Majd kitörüljük mindet. Ja. Oka van. Persze. Nem, beszélgetünk velük, hogy mennyien vannak, hogy hol szoktak lógni, hogy mit csinálnak, utána meg egyszer valószínűleg majd felkeresem az egyiket, aztán egy kicsit eléjük állunk full létszámmal. Itt motorozik a közelben, tegnap is azt hiszem mondták a srácok, hogy mentek a gymbe, és akkor követte nem tudom hány srácokig a farkasos, meg most jó. Burgerset előtt a kereszteződésben karambolóztam, mert neki mentem egy kis sapnak. Szia, mondjad! Itt vagyunk kockátok hátuljánál, hogyha az nektek jót is tudnátok jönni beszélni. Van egy csapat megbeszélésünk, kb. Egy 10 perces kint vagyunk, jó? Hogyha úgy nektek megfelel. Jól van. Jól van, köszi. Ciao. A morást, akkor mondta, hogy ha valami gázn, akkor őket nyugodtan riaszthatjuk. Akit elütöttem, vagy mi? Téged is a Krips hívott, főnök? Igen. Oké. Aki hívott, Venom, vagy te sem? Egyik sem. Egyik sem. Gondoltam. Még srácok annyit, hogy Csoki meg Nike a 44733-os telefonszámot küldjétek, mert van neveteket SMS-ből, mert nincs meg a számotok. Így van.
Ez az én számom, úgyhogy el lehet menteni nyugodtan. Töki, amúgy nekem nincs meg a te telefonszámod. 44733. Küldesznek majd SMS, mert neked megvan az enyém. És akkor úgy elmentem. Köszönöm. Enyém meg 44645. SMS. Igen, Csokié sincs meg, Kubuié sincs meg. Mindenkiért meg tudom adni. Jó, van srácok, akkor... Ha szeretné, akkor szóljon, mert akkor megadom. Amúgy ezt be lehetne írni fönt a felhőbe, a infószobában. Igen, azokat is mondtam. Azokat csinálom amúgy. Dantét mondhatom? Jót írtam. 81. Illetve Dante is kell tényleg. 49. Jaj, pedig még valamiről témázgatni akarok, de hát most... Nincs meg a számom, 21-762. Nekem is nincs maga, hogy mindenki száma. Ő is adta meg még mi a telefonszámát. Hú, már is. Acsi. Milyen számcserék vannak itt, kérem szépen. 81-49-6. Három. 3-2-1 banán. Három, kettő, egy granátom. Köszi. Alfonsz, te kérted a bohót számát? Igen. Megszerezted azóta, mert én megszereztem neked. Igen, azóta már beszéltünk is. Jaj, oké. Közben én is megszereztem. Múltkor elvittek túsznak, és van egy srác náluk, ilyen fekete hajú, nem tudom, valami főnök, alllíder vagy kicsoda náluk. És félre hívott a túszozás közben oda a sarokba a bankba, hogy félre jönne velem a zöld hölgy. Mondom, igen, mit szeretne a telefonszámát? Az igen. Na mondom, így kell csajozni. Na, minden szám megvan mindenkinek? A 18 sok más srác. Igen. Vagy úgy nagy részt. Mert akkor... Csoki még... Csoki nincs igen, is. Igen, sincs meg Csoki. Itt vagy Csoki. Kérdeztem, hogy küldtem-e. Akinek nincs meg az én szám, az 44645. Várja, tényleg. Az... Ó, én megvan. Tök jól megjegyeztem, hogy a számomat mikor voltam a rádióban. 46645. Édes Istenem, nem tudom elmondani, mi az akarok. Számcserégetés megy nagyban. Szóval neked nincs meg a számot, ugye? Ne, az én telefonszámom... Pillanat, az én telefonszámom... Kobu, köszönöm, hogy elhallgatsz. 44733. Nem menjünk bárkinek tipsz, nem? Jó, várjál, még van egy téma. Megkérném a három zöld fülünket, hogyha jól látom, most három zöld fülünk van, hogy menjenek le a raktárba. Pozitív. Oké, okay, majd hogyha megyünk le, akkor együtt vagyunk ki, akkor szólunk, hogy jöttek ti is hátra Cripszel beszélgetni. Pozitív. 14-es. Na. Kérek véleményeket Csokiról és Keróról. Menjünk sorba? Akár. Gyorsabb úgy. Nem, szeretem szerintem nagyon ügyes, nagyon jól ő. Kicsoda? Csoki. Csoki, ő nagyon jó. Amúgy, igen, mikor mentünk VR-ozni, és akkor fú, nagyon brutál. Ja, nem rossz, nem rossz. Kerót annyira nem ismerem. Normális nem. Bocsánat, ne hajragudj, hogy szabad bágok. Keróval én az utóbbi időben azért elég sokat beszéltem, és szerintem teljes mértékben megbízhatunk benne. Így van, neki egy kicsit visszafogottabb a személyisége, nyilván mint Csokinak, viszont amire megkérded, az arra ugrik. Igen, szóval lehet rá számítani. Így van. És ez nagyon fontos azért, bocsánat. Semmi baj. Te is küldje nekem a számot, jó? Csoki, azt imádom, szeretem első naptól fogva ismerem, amióta a városba jöttem. Keró viszont az a típus, aki felhív, kérdez, mindenben szót fogad, ha kérsz tőle, tehát teljesen maximálisan megbízok benne is. Uh-huh. És nagyon jó lelkű, és nagyon udvarias, és tisztelettudó, tehát mind a két srác fullos.
Nincs on. Papus? Hát, nekem mind a kettő van úgy igazából a... Szerintem a csoki a jobb valamivel. Egy kicsivel, bár a Kero is amúgy talpra esett, hogyha csinálja a dolgát. Múltkor is lejöttek velem a villába, mind a kettő gyártott, bár mondjuk tegnap a Kero szerzett egy fekete pontot nálam. Mikor ki akartunk szabadítani egy ideget, aztán igazából a faszok mindenfele lézengtünk. Uh-huh. Egyik se volt rádión, De csak nem hallottuk. Nem. A misztik mögött ült a Kero és azt mondta, pont ott jöttem el. Én mondtam nekik, hogy... Én mondtam neki, hogy ugye menjen fel rádióra, mert hogy én vezetek, nem feltétlenül tudok válaszolni. Lényegtelen, az már elengedtem az úton, tegnap fel voltam kurva, szét akartam rúgni a kocsit is. De igazából mind a kettő jó. De amúgy szerintem, ha még a risztemet is beleveszünk, ő lesz a legjobban úgy. Hármójuk közül. Mármint ki? Hát a fici kínai. Ja. Hát, négy zöld fülünk van, viszont ugye a kínai kánké. Igen. Ő még az elég friss zöld fülű. És ugye jelenleg még azért nincsen róla szó. Viszont amúgy tényleg azon gondolkozom, hogy tegnap, nap után, amikor beszélgettünk, jók szívtuk a vérét, viszont tényleg el kell vinni logopédushoz, mert nagyon sokszor nem érte több, mit mond. Igen. Szóval egyszerűen, azt konkrétan nyitogatom az ABC-t, hogy akkor most mi a faszt mond. Ugyanez a rádióban, nekem is néha van olyan, amit nem értem. Is így van, jó, menjünk tovább, bárkinek van még véleménye. Olyan, amit nem hallottunk. Olyan nagyon nincs. Uh-huh. Jó, akkor igazából én is így vagyok, hogy mindkét srác nagyon megbízható, nagyon szorgosak, és igazából szeretném őket felvenni egy családba, és egy olyanra gondoltam, hogy mind a kettőt elkapjuk külön-külön, valami megbeszélés alapján, mondjuk valakit egyiket elküldjük erre, másikat arra, és akkor elkapjuk őket, és azt fogjuk nekik mondani egy ilyen kihallgatás részén belül, hogy igazából tudjuk, hogy ők egyet jöttek és beépülni jöttek a családba, hogy mondjuk nem tudom, a feketékhez tartoznak, és hogy az egyik már köpött a másikról, és hogy mit mondanak erre, mi lesz a reakciójuk, hogy fogják magukat kidumálni. Bármelyiket el tudom vinni amúgy. Oké. Ezt most akarjátok megcsinálni? Nem. Meg amúgy, figyelj, én komolyan ezért nagyon szívesen befestem újra a hajamat, átöltözöm, egy új szett, meg minden. Befestem a mocit, amúgy is beszéltük. Kolorba megyünk. De várjátok, nem értettem az előbb, ezt most akarjátok csinálni, vagy nem. Ez inkább vagy holnap után, vagy valamikor, amikor jobb lesz mindenkinek. Szuper, mert hétvégén fullosan ráérek végig. Szuper. Dettó. Nem, de nem, meg beszélgetek. Jól van. Kétbeszűsen is érkezem, hogyha ez a terv. Oké. Holnap a megőrült bestia lesz. Meg azért minimum a közéig tudod azért tanulni. Élek. Azaz. Mesélj. Mindenkit meg fogsz előtt. Holnap kis biszki. Mellettem csináljátok ezt, jó? Jó, hogyha akkor ez... Nem most kéne. A másik meg... Így van, hogyha ez mindenkinek megfelel, akkor valószínűleg a napokban ezt megejtjük. Hello. Csak akkor kaptok egy kolort, a másik két srác még egy kicsit azért járja le a bizalmunkat, hogy bekerüljön. Épp baj lesz. A másik kettő. Hát a Dante meg a... Így van. Okay. Hát ők még nagyon frissek, tehát ők még azért, ja. Bár mindkettő nagyon szorgos, nagyon jól csinálja, amit csinál. Bizony. Úgyhogy velük se lesz semmi probléma, ahogy látom. Én is pozitívan csalódtam most a Kodiba. Tehát eddig nekem pozitív csalódás, hogy... Kodi? Ja. Amúgy még jól is vezet például, csak mondom. Na. Én egyszer ültem mellettem, mondom, úristen. Jó, hát én ültem a mellette, a fél órából háromszor karamboloztam. Ültem a mellette, úgyhogy... Én ültem mellette, és... Én a legjobb. Én szeretlek, én tisztellek. Az anyós, hogy nagyon jól vezetsz. Csak, csak ugye, mondjuk ilyen olyan autó legyen, amit mondjuk, tudod, amit jó, a társon használnak. De most kipitelt ki az előbb egy fehér pantót. Jó, menjünk, induljunk akkor, beszélgessünk velük. Nem te. Megyek, mi volt? Megátöltözök. Indulunk rá csak akkor van. Érkezz. Meg átöltözök, mert ez... Kero a 44733-ra küld el nekem a neved. Mindenkinek mutatok egy jó kis szerelést, csak úgy mondom. 44733. Pontosan az az én számom elmentheted, töki. Küldöm. Mondjad. Csubakka. Megyünk ki? Igen.
Hello. Ciao, ciao, sziasztok. Ha nem tudod, akkor Ali. Baj lesz, csak mondom. Yeah. Csőcs, azt a show. Csácsá. Tudod? Jó, örülök neki. Az a baj, vannak nálunk hát, akik nem tudják. Hello, hello. Mindjárt elkezdik még a team nagy része. Yes. Szépen álljál, de te is sorba tudtam, mit szeretek. Na. Köszönöm, puszillak. Azért jöttem, hogy elmondjuk, hogy gondolom hallottátok, hogy itt ez a hirtelen eltűnés van. Hát valahogy beséltek, de... Ők már nincsenek, a előző vezetők elrepültek a városba, stb. Helyette így ennyien vagyunk kell még most. Hali. Én vagyok az alvezető, mellettem ő egy ilyen al-al vezető, és kocsi be ők vinné meg a fő fejes. Aha. Ciao, sziasztok. Hali. Sziasztok. Hányan maradok ennyien? Hát kb. 8-an hetem. Valahogy nem működtek tovább. 9? Nem tudom, igazából lényeg. De viszont azon vagyunk, hogy megduplázzuk ezt a főszakot minél hamarabb igazából, mert most van rá esély. Csak... Óvatosan kell, mert bejönnek ilyenekből, hogyha hamar keresünk, be tudnak jönni olyanok, hogy... Nem, hát ja. Mindenféleképpen már igen, ezek igen. Visszafigyelünk. Szóval nem, azért nem úgy lesz, hogy nem szabad elsietni, igen, igen, nem szabad elsietni az építkezést. Hát igen, nem leszünk a második gyűjtő, ahogy tudjátok. Szerintem. És nagyon remélem. Hát igen, látjátok, hogy azért nekünk is beletelt egy jó egy és fél hónap, amire ilyen szép létszámmal tudunk lenni. Igen, egész szép. Jó, nálam van minden. Minőség fontosabb, mint a mennyiség mindig. Persze, ez így van. Csak az a baj, most van egy kis nyomás, ami mire száját vagyunk ezt teljesíteni. Persze, persze. És akkor vajon mit lehet tudni, kik voltak azok, akik köszön. Itt hagyták végleg a városunkat? Szívi. Velem és tepsi. Aha, velem és tepsi. Hát meg... Mondok el egy ilyet is, jó? Pár ember itt ez a sajátom, amúgy csak szólok, szóval, amíg nincsen nálad, jó? Nem vagyunk biztosak. Jó. Igazából amúgy szerintem fő azok, akikkel a legtöbbet találkoztak. Persze, hogy ne. Hozzal nekem izéből, akkor oké. Adok neki. Túlva. Eddel azt a legényeknek is üdvesz. Igazából szép vagyunk itt, hogy most újra építsük a kapcsolatot, stb. Amíg ők voltak, mondták, hogy hanyagoljunk titeket, amit nem hinném, hogy kellett volna. Az érdekes. Aztán most, ja, visszajöttünk. Igazából... Bocsánat! Azt a kurva! Amúgy egészségedre drága. Olyan, mert nem megkapartad volna a hátamat, de akkor még egyszer megfordulok már. Bocsánat! Egészségedre, tesó! Megyek, megfordulok. Bocsánat! Ez mi volt? Kinyújtani a kezem, így. Én szerintem megyek holnap fülorgékészetre. Ne arra, bocsánat! Nem, semmi van, semmi van. Adom a számlát, jó? Úgy valami. Jó. Semmi gáz nincs. Semmi. És még ki is basszák a szememet a lámpával, nagyon jó. Semmi baj nincs, csak annyi, hogy just a kicsit a golyó állója, hát olyan lett, amilyen. Látni, hallani, most már nem. Na hát figyeljetek, mi értékeljük az őszintességet, igazából nem vagyok azt, hogy nekünk nem tűnt fel, hogy anyagolva vagyunk, hogy gyakorlatilag itt próbálunk kommunikálni és elhúznak instant, úgyhogy nyilván ezeket a csapat észrevette. De... Nem csak az a probléma, hogy ezzel mi, mint kisebb emberek, ezzel nem tudtunk mit tenni, szóval azt tettük, amit a vezetők diktáltak, igazából ezzel szemben meg nem mehetünk sajnos, viszont igazából most nyújtottunk egy olyan kezet, amiből talán még egy normálisabb kapcsolat is ki tud jönni a kettő család között, mert ugye a befolyásoló tényezők már most nincsenek. Hát igazából részünkről szerintem eddig se volt veletek problémánk, hogyha normálisan tudjátok továbbvinni a dolgokat, meg életre tudtok valadni, akkor szerintem ezután se lesz. Bomlaszgon. Annyi, hogy az árak valószínű változni fognak, egyelőre még kiderül, hogy most ezt gyártjuk, ami eddig volt, majd kiderül később, majd mi lesz. Kapcsolattartó emberek. Őtől szeretnék kérni telefonszámot, akik keresztül lehet majd kommunikálni.
üzleti valami. Hogy... Csináljuk úgy, hogy megmondod a neved és a telódat, mi beírjuk, és akkor küldjük neked rá az SMS-t. Ugye, ez egyszer könnyebb. Annyi mindent beírnod. Ez könnyebb. Viszont, szia. Sziasztok! Ciao, ciao. Csőcső. Hello. Igazából akkor gondolom főnököknek adom. Így van. 52. 278. Csak bocs, hogy akkor most milyen néven megy el? Morcos. Morcos? Uh-huh. Jó. És morcos vagy mindig? Nem mindig. Csak azt tudom lenni. Napja. Néha napja nem vagy, az jól van. Azt tudok lenni. És a szám akkor? Én is tudok az lenni. Megmutassam, hogy hogyan? Hát sajnos akkor ezek... 52. Ezek a törlés. 278. Azért megkérdezem majd, hogy mi történt elő. A JJ meg a D maradt nálatok? Még jó. Hát a JJ az mindig is marad a kéketnél, tesó, jó napot nyilván. Jaj, itt vagy, jó van, nem hallottam. Sejmes angol. Ezt már hallottuk egyszer. Jó. És a D? Az nem. És Rasta, Rasta Queen. Még Queen az itt van. Queen itt van, szuper. Rasta az még kérdéses. Aha. Jó, akkor a D-t akkor én csak törlöm is a számát. Nekem meg se volt. Ne bazd meg. Queen az... Queen az fővezér. Alak. Fővezér, na. Fővezér alak. Hát ilyen ez. Jó. De nekem igazából elég JJ, mert ő állandóan itt lóg. Ja, hát. Csak púp az ember hátán amúgy. Mint te. Queen arra beszél picit. Ugye? Ajjaj, már kapom egy győzést. Yeah. Engem akarsz bántani? Megkúpollak. Ja. Megkúpollak majd én. De amúgy én azt nem mondanám, hogy mindig veletek ló, baszol. Csak amikor Gencer unatkozik. Jó, nem van, felül, mi nem csak felül, hanem itt. Úgy értem. Érteni kéne a poén. Már hogy a városban állandó ébren vagy. Az a baj, hogy... Az a baj, hogy nem érted a poén. Nem, hanem az, hogy nektek poén, de az a baj, hogy én csak kapom a izét. És a régi vezetése, ami lett? Kuka. Vízumbevonás, vagy... Figyelj, már hogy a... Tepsikkel, meg a Venommal, meg ezekkel. Azok itt hagyták a várost. Tepsi és Venom, az itt hagyták a várost. Na, így értettem. Azt vágtam, mert itt Gigi-vel beszélgettük, hogy itt nagy izéle volt tőle, mint a Billy füle. Ja, úgyhogy... Hát úgy maradtunk meg, hogy én meg Morcos tovább visszük a Cripset. Aha. Jó van, ez figyelj, hát mindegy, az fel kell építeni, faszául, az kész. Így van. Nekem sem volt túl sok tapasztalatom, amikor megkaptam, de hát ilyen az élet, így hozzá sors. Annyi volt a szerencsé, kapott ilyen minőségi embereket, mint én, de hát amúgy... Hát igen. Hát igen, meg profisok. Adjuk igen, már. Igen, igen. Jaj, te meg ne szólalj el, meg 90 éves legjobb sláger. Én meg Szotyi barátom, mert azért ő se utolsó. Te is igen. Ott kezdtél. Just. Semmi, most kényes motoros. Nem te, az ott a, az a Szató. Többenet. Hát igen. Számítottam rá, mert nagyon ki voltak akarod a pár dolog miatt. Úgyhogy... Mi? Tejfogú gyereket nem látom. Mi? Hívnak már megint. Na, hát figyelj. Akkor közölve velük még a tényeket, hát, aztán ugye jövök. Igen, akarom, csak... Ja, nem mindig szóhoz. Just. Mi megtartanám titeket mosatónak, hogy jönnek hozzátok szívesen piszkos most. Mosni, és igazából én... Srácok, picit. Ugye most fognak változni zárak, meg pár dolog, hogyha úgy van. Tudunk szerintem egymás közt simán kedvezményeket adni, hogy... Persze, hogy eddig is. Alapban olcsóbbak a dolgok. Azt meg akarom kérdezni, hogy 10%-kal mostok, vagy mennyivel? Nektek 5%-ba mostunk. Jó, akkor majd... Az a falakosokat 10%. Just akkor... Még már nem tudom, hogy lesznek az árak, majd holnap lesz beszélve ezt a nátkörben. Oké, jól van. Vagy jobban összefutunk. Így van. Na, ez durva amúgy. Csak elmentelek, ja.
Jó, köszönjük szépen, aztán, hogyha van valami. Köszönjük az infót. Aztán készüljetek, hogy sok sikert. Nagyon kemény dolgotok lesz az elején főleg. Hát, nehéz lesz, de... Persze, meg a támadásokra készüljetek, ha. Így van. Támadás. Akik eddig nem szimpatizáltak veletek, ezek most az arcotokba fognak állni keményen, sajnos ezt mi is tapasztaltuk. Hát, az most sikerült egy picit, kivel így voltunk, hogy picit visszább, aztán kitűnjük. Most per pillanat. Tudtam, már nincsen, akivel ránk egy mest éjjel-nappal. Aha. A Blatszal is beszéltetek már? Yep. Csak mert tudom, hogy velük nem voltatok túl jóba. Dumáltunk velük, ja most el leszünk egy mestről, mert ez kész. Helyes. Akkor jó. Hát most egyelőre én tudtam, már nincs olyan úgymond fenyegető veszély ránk. Szóval most egyelőre nem is hiányzik. Igen. Csak hát ilyenkor tudjátok, előmásztak a patkányok, mikor egy picit. Hát, elszabadulnak. Jöjjenek. Földön maradnak. Nem most nem éppen az a szándékunk, hogy most bárkivel is inkább konfliktusba keveredjünk, egy picit meghúzó magunkat próbálunk ugyanúgy üzletelgetni, meg ellenni, mint a defőt, picit toborozni tudját, aztán már nem látjuk. Hajrá. Viszont bocs, a srácok, nekem el kell repülnöm. Jól van. Szóval sok sikert nektek. Van valami, akkor írjatok aztán. Jól van, úgy lesz. Szíves napot. Is városba? Hát, ja, most el kell aludnom. Jól van, akkor majd a többit intézzük. Itt repülsz, meg holnap érted, jönnek az úgy jó, vagy mi legyen? Hát lefutok most, nem sok az. Hogyha bármi kérdésetek van, vagy segítség kell, akkor már tudjátok, hogy mihova vagyunk, hol találtak minket. Persze. Ha valaki szükséget kell bakni, itt jövök szívesen. Ez a baj, én is pont ugyanilyen vagyok, szóval. Úgyhogy mehetünk. Hát az a baj, én inkább késes vagyok. Az nem baj. Nekem szabolom a kis lábúját. Nem baj, Misztik leüti, te meg megszurkálod. Én szeretem pépverni az ember fejét, szóval. Imádom ezeket a nőket, csak mondom. Misztik, az meg te ezt nagyon szeretett fogdosni, Geci, már ötödjére látom, hogy én abba kezdem. Hacsonlít valamire! Jaj, most láttuk utoljára Phoenix-et. Mi ezen egy vinyó? Nem én voltam. Nem Phoenix-et. Hozzá van szokva. Valami jó tüzés vagy. Szeretem. Látom semmit. Ciao, sziasztok. Jó fogytok. Bármi van, szóljatok. Sziasztok. Ciao, sziasztok. Én Phoenix. Fiú, már ez nem mafiózó, nem tudok ide felállni. De, fel tudsz. Jó, azt szeretném, csak hogy nem tudom, hogy nem. Várjál, lehet? Nem tudom. Mindegy, igen, ilyen sáv van a nyakában, meg ilyen napszemüvegben volt, ilyen... és kicsit ilyen meleg srácnak tűnt. Hát, igen, enyhén... Kiszolgáltam kérdezni. Ja. Maszk. És... Soki maszk. Igen, itt vagyok. Figyelj. És hát az a lényeg, hogy igazából kérdezte, annyit mondott, hogy ma nincsen, szóval, hogyha mondjuk fölvesszük, vagy valami, akkor nehezen múljon. Csak azért szólt előre. Jó? Jaj, jó, persze, mi ezt még átgondoljuk, hogy... Kell-e, vagy tudom, nem kell, hogy nem, most kell, vagy nem. Igen, szóval én is így vagyok vele. Az csak... a baj, hogy ő csak egy másfél órát tud lenni naponta, azt mondta, és azért a kockába, most a másfél órát neki abból álljon ki egy város léte, hogy csak gyártson, nem hiszem, hogy neki ez megfelelő lenne, de ő tudja. Ja. Figyelj, hogy neki megfelelő, akkor szóval... Szia Narkós, 960. Köszönöm a követést. Igen, értem, az teljesen jó. Hosszú távon úgyse lesz. Vagy Narkosz, vagy Narkos, nem tudom, hogy szereted jobban, vagy hogy használod. Ki az, aki őszintén csak azért jön fel ide a városba, hogy más irulat gyártogasson. Jaj, igazából most. Tami kívül, mert ő mazasta. Ne haragudj. Jó, figyelj, igen, oké, de viszont, hogyha valaki másfél órán keresztül van csak, akkor valamilyen szinten érthető, szerintem. Mm-hmm. Nem tudom, meglássuk, jó. Meg, hogy kell egyáltalán még ember. Figyelj, van ez a... Volt, láttam egy jelentkezést, ő viszont egészen pozitív volt, nem tudom, amit írt, az nekem nagyon... A kaszinós? Igen.
Ez nagyon szimpatikus volt, úgyhogy vele viszont lehet, hogy mindjárt beszélgethetünk jövök. Egyet. Pillanat. De srácok, ha nem nagyon lesz buli, akkor szerintem falas. Az a baj, hogy egy ember bőven elég, aki kaját csinál. Tehát, értitek, kifinanszírozni az ő bérüket is, mostani árak, meg minden mellett azért, nem tudom. Jó, nyilván, de azért viszont a gyártási folyamat, meg pakolási folyamat, nem baj, hogyha van még egy ember. Én is beszoktam eddigi állni, szinte mindig meg a kettő srácok kockás is. Volt. Jaja, hát nem tudom, ti rajtatok múli. Szerintem vagyok mi a srácok? Jézusom, ez mi ez? Persze, amúgykor 5-6-an beálltunk srácok, fél óra alatt meggyártottuk a 3000, vagyis 5000 darab alapanyagot. Nem mindenki délután van, hanem van, aki délőtt van itt. És akkor tudom csinálni végül is. Túllakott. Milyen fizébe jöttél, szűzfába? Ez egy ja, basszus, túlméretezett vidra. Slapor? Mi? Nem tudom, ide nem jönnek buszok. Csá! Halló! Értik vagyok azok? Jézusom! Ja, fasz. Azt a kurva. Jó, pláj. Én is akarok. Jézus. Gyertek! Pali el van álljunk a keményen. Ha lopunk egyet, mi is? Minek? Önnyük szerű voltunk az első, akik csináltunk parti pusztavásosban. Tényleg ők már voltak itt a drogokért, hogy nem? És miért jött ide busszal? Nem megyek velük túlszózni, csak mondom, a múltkor úgy jöttek ide. Hogy? Minden. Hol van? Ott van fent, nem látod a propellerét? Ja jó, nem néztem fel. Főnix Jetsi ebben a ruhában hallott, de kész. Ez agyalott ilyenkor, átváltozik agyalott. Egy fa! Főnix! Másik fa! Hallott Főnix, mi voltunk először, akik partybusz csináltuk Jézus a városban. Jézus Mária! Érzed, ja. Nekem is van busmuki! Te vagy a busmuki! Na megyek fel, az a busz, nem tettem. Na, rakjad el a kukjad. Tényleg. Elszívnálok. Mindenki rakja le a pénzt, aki eddig nem rakta le. Na, elszívnálok. Igen. Egy fa vagyok, vagy igazából amúgy tulajdonképpen. Megcsapolnám. Elcázom magamat. Várjatok. Bizú, amúgy. Hello. Lesz még ma valami? Jó, bár félkettőtől városban vagyok, és már olyan lábos vagyok. Nem, nyugodtan. Akinek pihenésre van szüksége, vagy bármi, az mehet. Vagy randizni. Nem megyünk holnap tervezgetni egy kicsit a szigetre, a lepcsikkel. Akár kirepülhetünk. Én tudom, hogy nem annyira éri meg, de utánpótlásra így is úgyis szükségünk van. Igen, igen, muszáj lesz. Most kint vagyunk egy két órát, egy pár száz darabot összeszedünk, már az jó nekünk. Akár. Akik a koradél után fel tudnak ébredni, akkor azok menjenek ki. Legkésőbb. Olyan kettő. Hát de olyan kell nekünk, akinek van helikoptere. Tehát a nekünk kell kuplunk, vagy a Dante. Jajjajjaj. A szigetre! Szigetre. Megszerezni! Főnitek később még össze? Most később, vagy mikor később? Mondjuk egy fél óra múlva. Meglátjuk miért. Tessék? Meglátjuk, attól függ. Ja, jó. Akkor lehet még el megszerezni pénzt, akkor lehet csak meglátjuk. De mi a helyzet? Ahogy érzed? Hát lesz a magamat. Terv valami? Mára még? Igazából szerintem meg nagy rész szabad foglalkozás lesz, mert hallom, hogy fáradt a banda. Én lelőnék akárkit ma, megmondom neked az őszintén. Adom, én is benne vagyok. Hát, de most kibe kössünk bele, nincsen ki olyan, aki beszél. Nem, úgy. Figyelj, menjünk, rúgjunk egyet a városon. Figyelj, én bárkiben mutatok valakit, nagyon szívesen belekötök. Azt mondja, gondoltam. Valóta, te miért kell, mindig keresned a bajt? Pszichó, nem tudom. Hát figyelj, aki maradni akar, az maradjon és mehet a krúzolgatás. Mehet, jó, oké, átadzom. Én akkor... Aki meg fáradt pihenésre van szüksége, azzal meg holnap találkozunk. Most elment a hangom, mi? Fixen. Halló? Még idő hozzá. Halló? Azt amúgy először át kellene beszélni, töki. Egy nap. Így átként tervezni, mondjuk a holnapi nap folyamán, és akkor mondjuk vasárnap megüthetnénk, vagy holnap, akár este, nekem mindegy. Hát figyelj, holnap kora délelőtt ráérek. Így senki se gondolna, hogy bárkibe is belekötnék. Nekem, soha, geci hallod.
vedd már ezt a ruhákat. Ez mennyi mert már? Az ember... Kétezem már, hogy normális. Nincs, nem, hallod, nem jut vér az agyamba. Tehát komolyan. Ez orbofék, ez egész bazimában. Hallod, nem... Fú... Ilyen ruhás lányokkal van tele a számítógépen. Álljál már ide. Nem ilyen probléma. Lefekszel a földre és akkor is állsz. Várjál már, az igaz. Úristen! Nekem viszont lenne egy. Kell fuvar visszafele? Vegyük akkor még egy körbe a városba? Persze. Nem tudtok edni? Nézem az eket. Van egy viszonylag hülye ötletem ráadásul. Nézd, hogy írja, csak úgy szólok. A szolgálaton kívül rendőrök mondták, hogy nem lehet attól, hogy zöld kocsival vannak, akkor ők mi minden kössünk be, ez akkor oda vissza működik. Azt elfelejted, most mondom neked. Okay, nem szólt. Így van. Egy mindenki. Szóval én elfelejtettem, mert ott sem voltam amúgy, hogy fogalmas, hogy felejtünk el. Az a, az a legjobb. Még egy dolog, a másikat is, amiket megfogtuk a hegy oldal. Nem, az tud. Arról mindent tudunk, a másik eset ez nem történt meg. Annyi értetem van, hogy... Főnix, hol van amúgy, bocsánat? Hasonlóan nézünk ki arra blokkhoz. Nem tudom. Mert motoron, hátulról, nagy táskával nagyon nem lehet megismerni az ember, hogy milyen ruha van rajta. És teljesen más ruhával, meg más színű motorokkal elkezdünk járkálni a városba. Amíg a bankra blokk is nagy táskával vannak. Ez nekem egy 10 perializáció is utána mehetünk akárhova, annyit tudok várni. Okay, okay. Tehát annyi lényeg, hogy... Én is meditálok egy fél perc, és jó. Mindenki motorokkal megy rabolni, és külső emberek meg elkezdenek motorral össze-vissz menni más városba, nagy táskákkal. Majd elmegyek. Az a baj... Egy rizikós egy kicsit. Itt vagyok, nem tudom, ma vágy. Hát, végül is. Bejöttem. De megjátszható, csak azért, hogy el fogják kapni azokat is. Ezért, akik külsősök, azok nem teljesen zöldben, hanem valami más színűben, csak a táska az eléggé nagy, és kitakar sok mindent. Lenne egy ötletem, de hát tudom, viszont sem. Mert akkor igazából a külsősökre nem tudom semmit csak bizonyítani. A belsősök meg ugye nyernek egy kis segélyutat azzal, hogy a rendőrök más is néznek. Akár. Ez a motori mérgyőtetetbe, amit elfelejtünk. Én a tennapi boltrobásos izé után gondolkoztam, azok kéne baszni a rendőrök. Hát, ja. Kimenni ugyanarra a boltra, kimen valaki egyedül, kijön a rendőrség, az körbeálljuk az egészet. Ez vagyunk jó párom, csak nem fogok annyian kijönni. Az a baj, hogy ők is tegnap mennyien voltak. Ötöm, hatom? Hát nem, sokkal többen. Akkor estem volt. Vagy 6 kocsi kint volt kint, bazd meg. Ha nem 7. Kocsi kint voltak, maximum 2. Hát... 2-3 inkább úgy számolni. Hát, Robert az egyedül volt, meg még két másnap is egyedül volt, szóval három kocs már jött. Nem tudom, hogy egyedül járkál, nekem nem viszont belejött. Amúgy akkor megyünk balhézni? Tehát komolyan kérdezem. Igen, igen. Hát... Tényleg? Hogyha valaki belén köt, akkor balhézni, igen, de csak rúzolgatásnak okay, terv. Oké, ezt civilbe gondolod, vagy... vagy nem, zöld. Zöldben? Oké, okay, megyek. Lássanak minket a városba. Hogy mennyien vagyunk most már. Most meg voltunk húzogatni. Még elmentünk gymbe is. Helyes, helyes. Kell az ilyen. A molóhoz ledobsz engem? Én? Ledobnának, de nincs semmi kocsi, de maximum kivett. Azok, azok egyet. Ott, hát ott egy motor. Két motor zsúr. Engem is ledobsz. Eddig én cégek motorban. Legyél meg buta, csoki. Isten áldjon meg. Isten, aztán nincs itt kocsi. Helikopter is le tudlak dobni amúgy. Ja, meg tudom mutatni, hogy kell. Ja, megszerettem az összes motort. Szólok. Na, a szuper. A V-eteket, jó? Aha, oké, oké. Délelőtt már. Megyünk balhézni. Mit csináljak, azt mondanám. Vittem őket, átnéztem a kocsikat, balhé, és nem ott balhé, volt balhé, jó. Balhé, 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 balhé. Igen, igen, csak... Kellük. Meditálnak. Megvárjuk, hogy mindenki végezzen a meditálást. Jó, oké. Okay. Addig akkor... Nagyon fel, hogy hype-ol már. Én nagyon. Látod. Imádkozz, hogy belénkössenek. Itt vagyok. A
fasz ez a kaparós. Csak ide maradtál? Ja, tényleg nekünk is pörgetni kéne hármat. De maradtál? Pörgetjük! Főni? Engem. Izit átbeszéltétek már? Tárakat tudod, amit beszéltünk? Hogy vegyünk tárakat, vagy mit? Nem, az üzletet rá. Beszéltél már valakikkel? Is. Nem beszéltem még. Az baj. Na hát... Gondolom tök is-e. Nem hiszem. Az utóbbi pár napban kicsit későn voltam, már is megkeresett. Jó, nem baj. Az a baj, nekem nincsenek még ilyen kapcsolataim, azokat ismerek. Szia, Herman Freeman. Egy-kettővel. Átdomáljuk, de nem tudom, hogy állunk tárokkal igazából, hogyha annyira nem rosszak volna. Nem értem, mert Zalán, köszönöm szépen a követést. Most mondd, főnök. Nem tudom, hogy állunk tárakkal, ezt még majd egyszer átszámoljuk, és akkor utána majd bevegyünk egy tétellel, hogy mennyit kérünk. Az a baj, hogyha kis tétellel megyünk, akkor sokat kell fizetni. Úgyhogy... Én próbálok alkudni a izével, a csávóval. Oké. Még egyszer méről, mert nem hallottam a rádió miatt. Kéne. A tárakat beszéljük, amit beszéltünk egyszer, tudod? Én megpróbálok alkudni a 20. Hát ez kaparós. Nem tudom, 6. vagy 9. hadosztályjal, 9-ikkel. 29. Hogy ne adja 500-ért, adja 4-ért. Szerintem segítettem már rajta annyit, hogy egy kis kedvezményt adhat. Meg igazából, ha ő nem akarja teríteni, és ugye minket keresett fel, akkor mi terítjük neki, tehát ebben semmi kockázat nincs neki, az ő számára. Tehát, hogy ő azt nem tudja, vagyis ő azzal nem tud úgymond idézőjebb lebukni. Hogy erre tekintettel adja 400-ért, és akkor majd mi kitaláljuk rá az árakat. Hogy nekünk is jó legyen. Csak először fel kellene deríteni, hogy kellene először, tehát hogy igény lenne rá, tudod, város szinten. Persze. Na, 2-0. Bár nagyon sokan, tehát például most itt voltak a kamorrások, azok is mondták, hogy ők is, nekik sincs sok ilyen extendív megjük. Igen, tehát, lenne gondolom, rá, csak nem olyan drágán. Igen, ez a probléma főleg. Jó, de most... Én ezt mind megértem, meg én is irreálisnak tartom, de ha ennyire adják, akkor nem tudjuk olcsóbban adni, érted? Hogy persze. Mi is nyerészkedjünk rajta. Kurva drága az, meg kurva drága. Mindegy, hát figyelj, rád van bízva, hogyha azt megpróbálod kideríteni, hogy tudsz lejjebb menni esetleg, meg van-e rá igény, akkor megpróbálhatjuk teríteni. Balé. Jó. Balé. Na, felöltöztem. Ma este volt Kabul temetése. Igen, tudok róla, csak ugye IC sajnos nem ismerem. Csokoládé. Balézunk. Te jöttél meg, úgyhogy te kapod az első kokit. Megvan mindenki? Jó, na jó, mert... Pozitív. A fejre értettem. Jó, akkor mehetünk kocsikba. Milyen kocsikkal megyünk? Jöhetek a motorommal? Jöhetek ott nekva? Szereteti a kocsiját, úgyhogy majd becsatlakozni. Szinte biztos elment az asztékhoz. Rendben. Alright. Ciao, Ghost. Szia. Lehet jönni ott. Én nem jönnék a bugyi rózsaszín gépjárművel, mert valamit kellene lőnöm. Jöjjök egy pont. Ez ki? Főnyősz. Ja. Nyugodjon békében, azaz. A Kabult bírtuk. Mystic mögé felugolhatsz, ő szeretné. Figyeljenek. Nyugodtan, csak majd fel. Néha valami meg... No. Tudod, az csak a piszta jobb. Aha, jó van. Máhogy a... Ez nem segít amúgy. Szia Zsotyó, szia Tihun, szia Fanni. Úristen, ó, oh, Lager Raid, köszönöm szépen a 47 fős Raidet, Lager. Miért nincsen? Miért nincsen jelzés nekem? Csak mennyit utazó és örökös lehet ingerültőben reagálhatnak. Ah, az vágesz. Megsúgom táska, mínusz 25 km-t. Szia Kereszt, FTV. Na, mindenki vesz még ki mindent is. Alfonsz, te egyedül vagy? Ketten vettek. De akkor valaki még kéne, nem? Hát nagyon kell, akkor lerakom, hogy beszállok valakihez. Gyere. Itt is, itt hárman vagytok, ahogy látom. Na, Subaruban hárman vannak, hát tudnak egy át tudni.
Ja, üljetek akkor át, vagy akár Phoenix-tel. Hogy te ebbe az jönni akarsz azzal? Mizu. Semmi, menjünk kicsit krúzolgatni. Volt egy kis csapatmegbeszélés, aztán beszéltünk a Cripszel, hallottuk, hogy mi történt velünk. Ó, Herman, köszönöm szépen Lagjárnak az ajándék feliratkozást. Igen, hogyha esetleg baj lenne, akkor tudjon valaki lőni legalább egy valaki. Merre megyünk? Szóval Alfonz, döntsétek el, hogy melyik ütökül át kihez. Itt már a szóval igen, beszélgettünk az előléptetésekről, ami valószínűleg holnap vagy holnap után megtörténik. Már innen a Subaruból már kilőtt. Nyugodj meg, megoldom én egyedül. Ne, de úgy nem jó ilyen. Valaki üljön át. Mindegy, hogyha egyedül akar jönni, akkor jöjjön egyedül. Na, hova megyünk? Már is jó, nyugodtan vagyok, hogy itt tűzszelem egy kocsiba. Hát... Jól van, jó pihenés, Lager. Ciao, és köszönöm még egyszer az erejét. Nincs. Aztán hamarosan hát, találkozunk már így szél szerintem. Remélhetőleg. Mióta a Zekkel vagy azóta nem igazán találkoztunk, csak nagyon néha. Jó ritkán. Russian Special Force, köszönöm szépen a követést. Kell már megyünk. Van úti cél, Just, vagy nincs? Krúzolgatás igazából. Krúzolgatás. Főpublik, elmegyünk, elvigyünk burgerset, ja. Az ilyen publikusabb helyeket menjünk el mellettük, nézzük szét. Nem nagy tempóval. Így van, nem kell tövé nyomni a gázt, motorosokra figyelünk. Ma volt helikopter, helikopter? Igen. Akkor a táska van, ha esünk, akkor is puhára esünk. Fent is van a helikopter a kocka tetején, csak most krúzolgatunk egyet, úgyhogy helikopterrel nehéz krúzolgatni. Az azt nyomja neki. Nyertem 200 csurintost, ez az. Gratulálok. Klap klap. Én két kaparósatól nullát nyertem. Ó, én hát valamelyik nap... Meg a visorozatom, basz. Valamelyik nap négy kaparósból nullát. Ma már hármat kapartam és az is nullat, szerintem az első is. Hát én egy full csudafult állat, egy nulla csurintot, meg egy 200 csurintot. És hát öt csudafult állat. Kaptam. Az milyen vagány kocsi volt. Nem is láttam még. Szörnyel a defrászos kocsik az. Igen. Jesus Christ. Nem esett be a kockatetőn? Nem, tudod, nem a kockatetőjére szálltunk le, hanem ott a mellette lévő kis épületre. Arra szoktam letenni főleg. Ja, akkor jó. Nem van egy másik, amíg hat. Olyat egy embernek tudtam eddig, hogy van az a barkra. Szégy csontjáim, már nem úgy van mint a tínédzserekén. EU autóparkos. Mentősnek is, vagy lehet, hogy aztán az EU Park után a mentősnek, mert nem tudom. Én mentősnek tudtam, hogy van. Szóval arról nem estem be. De beestem egyszer, vagy kétszer a kockába. Igazából. Ott vannak a sünök. Nyugodtan nézzenek végig minket. Hagy higgyék azt, hogy itt rossz van szártikál. Nem ebből a semmi. Rossz van szártikálunk. Rossz van szártikálunk. Gyalog szaladjunk át a főbukba. Hogy ne. Az az. Jó van, menjünk el a gymbe. GeForce! Az az, GeForce-ba vagyok. Oké. Azt kövessen. Az ilyenek is. Valami szép estét. Bejön utána? Valamit csináltak nem, ugye rendőrök. Amúgy most valami izére, valami temetés volt a rendőrségen. Ezt vágjátok? Ki az meg? Nem tudok róla. Én csak rendőrrel vettem a kézben. Az a baj, hogy IC nem tudok róla. Múltkor vittem a csupásnak bort, és akkor mondta, hogy ma a temetés van valami rendőr. A máma voltak lefoglalni a kocsit, aztán ott is mondták. Jó, van, srácok, csak nyugodtan a rendőrök követnek. Király! Az a jó, hagyj jöjjön. Az a jó, hagyj szopjanak, már bocsánat. Új. És jól hallod, amikor teljesen jó közeledtek, oda kell mellőjük jönni, és megkérdezik, mi van. Rossz a szavad neked is?
De hát ilyen 15-ös a szememben. Igen, ott most nekem is annyi volt. Tevetésre kellett volna elmenni. Hogy igazából... Megint kezdlek halni. Gyarapítsuk. Megint alig látok. Itt gyakorlatilag nem látok jelenleg. Jó, én nekem is kell 18-ot. Majdnem elütött. Utánunk fordul, csak azért. Hát nagyon úgy tűnik. Ja, hogy itt történik valami. Aki eldobta a labdát. Állj, állj. Mondjad. Nem, mi krúzolunk, srácok, krúzolunk. Megfordulok. Halljuk meg! Itt van az ölemben most éppen, visszük a tengerbe, majd óvatosan menjetek. Oké, oké. Mi helyzet? Álljunk meg, forduljunk vissza. A zentornó próbált hozzánk szólni, csak mondom. Beszéljünk. A zentornó veletek van? Milyen zentornó? Ami ott áll a túlparta. Mi voltunk a zentornóval, haló? Próbált velem kommunikálni most, és nem tudom, kérdezzük már meg. Kérdezzétek már meg, hogy jobban a felszínvel állóval, vagy... Ez így nem jó, csinkölnék-e. De a csinkölnék-e nem szeret ilyen baj lenni. Itt a sok kocsival most ilyen sok probléma szerintem. Adam Game TV Hungary, köszönöm szépen a követést. Nem velünk akar beszélni, nem velünk. Így rendezzük le, majd hogyha megjelenünk. Figyelj, most pazsák el akarták is a tagot. Most megvárt. El akarják vinni az emberemet? Tehát egyértelműen nem engedem. Rendelmet, rendben van. Jó van. Az, hogy az én emberemet lőttétek ki, az a probléma, hogy tértek. Nem hallott egy szót sem erről. Kérdezném, hogy a kamacsó az a kamorra? Hát barátom, akkor pozitív. Az embert, az összes út, nincs sehol sem. Szerintem megvárjuk benne, hogy bajuk legyen. Sirena. Lennétek itt most egy tűzharcot, hogy keresztbe vagytok lőbe? Vagy mit szeretnétek? Hát, figyelj. Barahászat, én mondom. Mekkora tűzharc lehet itt ebbe? Aztékászosok vannak a tetőn. Nem tudom, látjátok itt körbe? Kik? Nem azért, mert kicsit közel engedtek. Látok. Itt laknak. Figyelj, tudom. Itt azért csak így szétnézek. Nézd, én azt tudom mondani, hogy ez az egész az úgy kezdődött, nem kellett volna innen elvinni a palit. Jó. Egyezünk ki akkor abban, hogy most hibáztatok egy nagyot, de nem baj, nincs baj, megértjük. Úgy gondoltátok, hogy ez lesz így a megtorlás része. Reménykedünk benne, hogy ott összekaparja a mentős, mint a puzzle-t. Most szerintem menjetek tovább, még meddig lehet. Ez lesz itt a legjobb megoldás. Szerintem ne fegyegesd a barátainkat. Mármint én. Így van. Pozitív. Így van. Jó, hát akkor majd ezt megbeszéljük egy másik keretek között. Igen. Srácok, kell fejben kettő perc, mindjárt jövök. Most amúgy mi történik? Készüljünk, lehet tűzharc lesz. Készüljetek. Mert mi van? Halló? Meg lettünk fenyegetve. Így van. Is. Mindenki. Nem tudom, hogy ki ült a kocsiba. Bagoszos volt, nem? Bagoszos volt, igen. Jó, akkor megyünk a gymbe, megvédjük a gymet, mindenki gym. Kéne és csak szarfegyverre vagyok, de mindegy. Jó ez nekem, meg eki kéne. Meg 81-es Freki. Volt nálam, volt nálam eki. Adok, hogy csak álljunk be a gym parkolóba akkor. Gym parkoló mindenki, most. Adok mindenkinek. 81-es Freki. No, Phoenix Radio. Oké. Okay. 81, várjál. Be tudok menni a gymbe átöltözni. 81-re volt szó, nem 801-ről. 81. Mi a vizéció? Szopjanak lovat, az meg. Hello, hello. Sziasztok! Freddy megjött erősítésre. Közben akik amúgy kilőttünk, Pali az itt van mellettem az anyóson, itt ettem, hogy mergődik. Hello, hello, Nike Radion. Hello, igen. Felkapni kettőnket. Szerintem repülj előtte. Nem az a probléma szerintem, itt nagyon sok volt a dolog.
Meg most valamiért már egyszer újra nyomtam a streamet, meg a gépet, meg mindent, és akkor is ugyanezt csinálta, úgyhogy lehet, hogy megint kell valamit csinálnom neki, mert az így nem állapot. Hogy ilyen problémáim vannak mostanság. Már csak ma jött elő, eddig nem volt ilyen. Nem tudom, hogy ez mitől van most. Kár, hogy nem lehetett hallani. Most megint nem hallok semmit. Na már... Hihetetlen. Hát ez vicc. Ezt komolyan mondom, vicc. Nem tudom, hogy ezt most miért csinálja. Minden oké, srácok? 898-92 rádió, 892 rádió, leolvastuk. Mi volt a fenyegetés? Hát ott a... De menjen mindenki át arra, mert akkor véletlenül valaki elszólja magát. Csak egy valaki menjen át. Megosztosok még vannak? Vannak, igen. Pozitív, visszajött a srác, ahogy látom. Rendőr a parkolóba, a gym parkolóba, óvatosan, ne nagyon szaladgáljatok fegyverrel, meg ilyenekkel. Jó, hát hatalmas élvezés volt ott, ezt az egy palit, ezt szerintem túltuk, vagy ötön, hatan. Töröljön a pát, és jó lesz. Tudom, igen, az meg lesz. Ilyet még egy rendőr autó. Három fegyver lett ráfogva. Itt van a tetőre. Akkor viszont óvatosan menjünk vissza majd fegyverrel, mert rendőrök gondot okozhatnak. Odébb tudtok jönni egy sarokkal, skacok, akik közülünk vannak? Megyek izé, a Frodo-nak házához, az jó? Szöszivel nagyin el vagyunk költözni. De feljöttek a rendőrök, füldelte minket. Fognak jönni a rendőrök, most rádiózott az inos mellettem. Nem voltam itt fejben, mi történt? Azt történt, hogy kaptunk egy fenyegetést. Itt fönt. El tudsz menni ok nélkül, ahogy nézem. Nem vagyunk ok nélkül, a Jim kért meg minket, hogy jöjjünk fel a tetőre, hisz megfenyegették őket, hogy fegyveresek fognak ide jönni. Hát nagyon jó. Igen. Az a mindeni. Hát itt mi folyik? Tiszteletem. Már is. Igen? Kérnék egy kis csendet, uraim, és el fogom magyarázni a rendőröknek, hogy miért vagyunk fent. Azt most inkább engedjétek el, várjuk, mert még a rendőrök lezajlanak. Már is lejövök a rádióról. Szép kollega! Szép napot, ki tud. Szóval az történt, hogy bejött egy úr a gymbe, aki megpróbált fegyverrel elvinni egy másik urat. Na, megjöttem. Ezt a gymesek nem hagyták, és akkor kaptak egy fenyegetést, hogy ide fognak jönni fegyveresek, és ezért vagyunk éppen a tetőn, hogy igazából megfigyeljék, hogy bármi történés van, akkor igazából közbe lépjünk, úgyhogy nyugodtan megkérdezhet itt, nem tudom, hogy van-e lent gymes kolléga, ők kértek meg minket, hogy esetleg bármi van, akkor legalább legyünk itt. Jó, viszont nekünk is szóljanak ilyenkor, azért nekünk is tudni kéne ilyenről. Persze, mi ezért nem értesítettük önöket, mert már láttuk, hogy a közelben vannak, mikor mi is megérkeztünk, úgyhogy gondoltuk, hogy önök is itt vannak. Mi mindenhol is ott vagyunk, tudják. Így van. Na jó, ha bármi van, szóljanak nekünk is őjünk, jó? Így lesz. Nem kell önbíráskodás. Nem, persze, mi nem önbíráskodunk, pusztán segítünk, hogyha bármi történik. Nyilván a megfelelő keretek között. Így van. Jó estét. Maximum önvédelemre használt fegyverekkel. Na, akkor ezt megbeszéltük, jó? Hogy bármi van, nekünk szólnak. Így van, így fog történni. Köszönjük szépen. Köszöntük szépen. De ha nem, akkor is jövünk. Nyilván. Csak akkor lehet, hogy rájöttök a meg mókavonattal. Na. Az jó a mókavonata, szeretem. Ugye? Megláttam már, amúgy is rájött ott. Szia Sonti, szép estét, szia Hunterboy. Mi történik? Hát
Nem tudjuk, valami Vágaszos megfegyegette itt a gyímeseket a fülünk hallatára, és hát nem szeretjük ezt, mert nagyon jó bonyok a gyimmel, illetve a kamorrával. Phoenix 1. Ki volt a Vágasz fenyegetőzött? Hát azt nem fogok egy kocsiból következtetés levonni, hogy kik voltak. Mystica, esti a 6. Milyen frekin vagytok, hogy senkit nem hallok? 8-1. Ja, jó. Nem ugye, amikor odajött, aztán mondta, hogy Viva válasz Vágasz, és hogy akinek a fejre, az egyik a fejre emberét kolod, lelőtték a fekete, most. Fekete állítólag. Én az ők rádivők. Hanyadiknál járunk? Számozásban menem most sem. Visszafele is a bentén, mely azt hiszem. Zöld jöjjön, inkább fel is, akkor úgy megszámolok, hanem egyszerűen. Így van. Figyelj, én az ők rádiókon. 801. Oké. Mindenki dumál egyszer. Nehéz. Hihetetlen, hogy szétesik a szemem egy jó oda játék után. Jó. Na most egy ember mondja. 81. 81. Dumapatörlő segített. Jó, akkor én is megcsináljuk ezt, megcsinálom ezt. Akartam már, mikor újraindítottam, csak úgy voltam vele, hogy... Na most mondta a számozás. Úgyis mindenki, kamarának mondom, mindenkinél legalább egy 150 golyó legyen. Azt a kurva. Töki csatlakozik a rádióra. Most beszéljük, mi történt a kollégájuk. Akkor nekem még kelleni fog. És mondanak bármit, ők ki ők? Két terve nálam. Nem vagyok mindenki. Még egy személy fejbe meditáltam. Ki volt az, aki a gymben előttetek, tudjátok? Nem, de már a halakkal úszik, és leolvastuk a rádiót. Segítene, csak most egy ilyen helyzetben nem szívesen nyomnám újra. De hogyha nem segít semmi, akkor az meg lesz. Meg egy fekete öltönyös maszkos, ördögmaszkos, ilyen zöldes, vagy kékes ördögmaszkos pali volt, akinek meg volt a pofája. Hát ez egyértelmű. Birka mobilba dobjunk be, még 150 töltényt létszik. Neked mi lenne a szólnának a kis... A Norfi. Ezért hogy miért vagyunk itt? Mosztózni, hogy nincsen áll olyan valami. Illetve fejenként 10 Morfi 10 aki. Akik még a... Ja, igazából újra repülhetek. Ilyen esetben csak még várok egy picit hátra, hátra helyre áll. Zöldek, hogy hoztam töltényt, kinek adhatok. Várjál. Hogy állok töltényen? Hát ez revóban elég. Akkor itt vagyok az udvaron. Szólj már, ahogy hívják, hát miért felünk itt? Mi a többieknek? Nem, akik ott szemben van. Nézzék. Hát igen. De most ahogy látom helyre állt, hogy nincs itt 300 kocsi. Szerencsére. Valami most a kocsikkal van para szerintem nekem. Bobby the First, köszönöm szépen a követést. Szia, szia. Kringóti kettem vagyok, igaz? Valaki ott vagy itt, ahol láttam. Na és... melyik az ő frekiük? Franciről bármi hír. Mi? 891? Rámegyek én is, mert hallgatkoznak vele. A szomszédotok nagyon élénken tetőről szépen integet. Morszó. Milyen ruha? Hol van az integetés? Igen. Haza afrikás, itt a szomszéd van. Nem, akkor az apja. Szóltam nekik. Milyen afrikás? Hali hali, szia szia. 10 fő, 2 pisztolyat. Igen, fel van húzva, azt hiszem legalábbis, de mindjárt meglesen. Nem szokott ilyen problémám lenni, tudom, hogy ez igazából arra jó, hogyha például... Fücskel nekem, ugye? Az a nagy büdös helyzet, hogy közben kaptunk egy olyan információt is, be is a Vágaszosok. Nincs. Vágaszosok azt hogy lehet? Hallasz, amit a rádió nekem menné ma? Én hallok mindent. Kösz az infót, ez nem tudom miért volt teljesen lehúzva, nekem sose volt. Hát amíg ott lent nem hallott. De aki nem hallott eddig. Rossz ezért van fent. Na mindegy, az a lényeg, hogy a Benji Ramos meg az Ice Mask Eve valami alezredés, vagy mi a faszom, civil ruhába, civil autókra szaladgálnak a városba, az fenyegetik be a civileket. Meg tudjátok mondani, hányan főt számoltunk a rádión? Ezt mondták a... És az nem... Négyig jutottunk. Vagyunk hatan, nem tudtam már, plusz a fent. Az nem izé? Hét, meg mi hanyan vagyunk zöldek? Sokan. 13. Én nem vagyok a rádión.
ti is 7-8-ot számoltatok, és nem tudom, hogy azok számoltak-e, akik a másik rádión vannak közületek. Na, mindjárt számolunk egyet. Itt álljunk meg zöldek, és szép estét! Szép estét kívánok, uram! Vagosznak az egyik tagja vagyok. Értem. Érdekelne, hogy békés szándékkal csak egy ékszerre vittük volna el a rózsaszín ruhás fiatalembert. Miért léptetek fel ellenünk olyan agresszívan? Valószínűleg téves információ, mi nem léptünk fel agresszívan. Mi éppen jöttünk volna a gymbe, és akkor szólt nekünk itt az egyik gymes úr, hogy valakit el akartak rabolni, és hogy közbe léptek, és hogy lelőttek két vagy három embert, nem tudom pontosan. Egyet, akkor egyet lőttek le, és melléjük állt valaki, aki elkezdett fenyegetőzni, és igazából ennyi történt, durván mi erre kapcsolódtunk be. Figyelj, annyi van. Miért tettük, hogy el akartok vinni X-re a fiatalembert? Mint tudod, te is fegyvert azt használni kell. Persze. Megadok, szépen megkértük, hogy szálljon be az autóba, mert hogy lenne egy ilyen dolog. Köszönöm a követést, Axler. Semmi ilyen nem történt. Szépen megkértük, hogy szálljon be. Erre két ember kiszaladt, és elkezdtek rendülni. Hát ez érdekes, igazából mi csak ennyi információt kaptunk, igazából amit itt hallottam, mikor melléjük álltunk, hogy mi történhetett, úgyhogy mi nem léptünk fel ellenetek agresszívan, nem ismertem fel, aki a kocsiba ült, hisz sötétített ablak volt, amikor megállt a kamorrás kamacsó mellett, és én fenyegetőnek éreztem, és mivel jó vagyunk a kamorrával, ezért mondtam, hogy ha bármi történik, akkor mi is melléjük állunk, de nyilván akkor még nem tudtam, hogy ti vagytok azok, úgyhogy... Akkor most mondom, hogy azok mi voltunk, és tudod te is jól, hogy nem szoktunk csak úgy... szemetek lenni, meg persze. Megyünk csak úgy élből bele bármibe is, és nektek is segítettünk, mikor azért szarban voltok. Így van. Ezért mondom, hogy én nem is tudtam eddig, hogy beazonosítani, hogy ki lehetett az, kíváncsi aki fenyegetőzött. Kíváncsi vagyok a gomorra, mit fog mondani. Jó, hát igazából ezt még egyszer elmondom, hogy mi nem léptünk fel agresszívan ellenetek, nem is lőttünk rátok, mi már utólag érkeztünk meg a történetbe. És... Jó, akkor tudhatnám, hogy hányadán állunk? Úgy állunk jelenleg, hogy reméljük, hogy nem lesz belőle probléma, és meg tudjuk beszélni a dolgokat. Mi szerintem mind a három cég. Oké. Felhívom akkor a kamarát. Jó. Jól van. Majd jelentkezem, ha probléma van. Oké. Szia. Na, a vagaszos hölgy volt. A rádiójukon. Ki az? A vagaszos hölgy hívott. Hogy igazából miért léptünk fel agresszívan ellenük, én meg elmagyaráztam, hogy semmiért nem tettünk igazából, mi csak megérkeztünk így a események után. Aha. Ki hívott amúgy? Hát még hallgattam a vagaszos rádiót, úgyhogy még ezt nem közölte le velük. Mit akar? Rádió legalábbis. Megkérdezte, hogy miért léptünk fel agresszívan az ember ellen, mert ők csak el akartak vinni egy embert, hogy elmenjenek egy ékszerre. De én meg igazából... Miért nem mondod, miért kell egyből fenyegetőzni? Jöjjön ide, azt beszéljük meg. Menjünk mi oda, azt beszéljük meg. Az a baj, hogy ugye lelőtték az emberét, és azért volt a fenyegetőzés, ami teljesen értető. Viszont én mondtam, hogy mi nem léptünk fel agresszión ellenük, mi a végére értünk ki, amikor már ez az eset megtörtént. Még ő fordult utánunk, az dudált, tehát... Igen, azt lehet, hogy azt nem értettem is, hogy miért volt, de valószínűleg csak beszélni akart velünk. Jó van, de akkor miért kell ugatni, érted egyből? Igen, azt már jól sorosodtam. Jó, itt vagyok. Utána meg, hogy az izé ementáli barakot, akkor meg izé. Ne, figyelj, nyilván... Hopp. Phoenix. Aznak annyi. Szép volt, testvérgyem!
Ez érdekes. Nem áll, engedi. Nem, nehogy Phoenix. Ne, ugorj. Szóval köszönöm még egyszer a tippet. Ezt, erre tényleg most nem gondoltam hirtelen, hogy le volt véve. Most már... Ezek után nekem kell egy ejtőernyő folyton. Hopp, jön a másik egység. Valamelyik félnek. Még egyszer. Nagyon, még. Gyertek, valamelyik félnek. És megy. És megy. Ez érdekes volt. A sziréna is. Nincs sziréna. Abból imádság lesz, azt már mondom. Ebből angyal lesz. Jó, legalább a rendőrség el lesz foglalva. Ja. Csak elég kevés lesz elfoglalva. Nem hiszem, hogy lesz probléma, szerintem megbeszélik. Szerintem jó vagyok lesz ez már. Szerintem... Szia Zsuzsi, szia! A rádiójuknak. Lenne esélye már? Hopszopszop. Túl a dolgok történnek itt. Van egy ötletem. Van egy ötletem. Az ember előtt akart, hogy gyilkos legyen. Legyetek már ilyen arra, van egy, amúgy, van egy ötletem. Ember integetem. Elmegyek valamerre. Küldök az egyik rendőrnek egy kordit. Miért csinálod? Hát, hogy oda menjenek. Amúgy, ha van kedvetek, izé, írjatok csak a pengébe valamit, amíg várunk. Mibe? Simán. Ilyen az a szoba. Jaj. Penge nevű Dálcsit szobába, az egy kapu. Én nem vagyok benn. Kamarának a főnöke hova ment innen le? Lehet, hogy? Írjak. Ott fegy... Mindegy, megkeresem. Rambó! Cső, telefonálsz? No, mit vagyok? Mondta a vagaszos hölgy, hogy hírni fog téged, most keresett az előbb. Igazából csak érdeklődött, hogy miért léptünk fel elnök agresszíven, én meg elmagyaráztam, hogy hát azok nem mi voltunk. És mondta, hogy... Ez van, mit várt most őszintén? Hát, azt mondta, hogy... De hogyha megy a hiszti, én is tudnék hisztizni, hogy négy lyukos kerékkel hova megyek tovább. Négyen fogtunk rá fegyvert, és főszorítottuk, hogy szálljon, ez tovább ment. Vicces volt. Kit akart elrabolni tőletek, vagy tőletek akart valakit? Ja. Kit? Gringot? Hát figyelj. El kell nekik magyarázni, hogy mi volt, hogy volt. Nem hiszem, hogy ebben hosszú távon balhé lesz. Ja, hát Bikuci ott beszél vele. Hát amik balhé lesz, úgyis mi jövünk ki jól, nem ők. Ja, nyilván. Úgy, nekem közben angyalkáznom kell, mert felismert így az egy dolog. Másik így érdekes volt. Jól van, akkor nem zavarok addig. Szia. Pacsi. Látok, már angyalkázok egyet közül. Random. Együtt a bajban mindig, srácok. Ki ez a két motoros? Kettő motoros most itt, mint hogyha felmértek van a terepet. 50 ezer csúrint ilyen, meg 0 vagy 200 ezer nyitok. Nyugi, én is mindig annyit. Világos kékek is velünk vannak? Mondjad? Ők antini akarnak a világos kékek, vagy ők nem? Nem, ők szerintem vannak. Ott vannak, és csak úgy el vannak. Na jó, ők biztos nem akarnak bántani titeket. Arról tudnánk. Nem is értem, miért akarnának bántani, nem csináltunk velük semmi rosszat. Ja, nem, ők valószínűleg a lövöldözés miatt mentek fel a tetőre, aztán itt nézelődnek az úta. Láttam, amikor már megérkeztünk, hogy ott voltak. Salmon. Etesd! Fideld a vidrát. Moziznak egyet. Azaz. Ciao. Beszélgetni, ha már itt vagytuk. Azaz. Nagy katásba. Azt most mi a fasz történik itt? Igen. Kb. Hát... Értem. Bejöttek a vagaszosok, el akartak venni egy kis pénzfelvételre, és hát pont egy kamarás emberkét akartak elvédni, ami nyilván nem tetszett nekik, úgyhogy megállították, és kicsit púverkedett a srác, úgyhogy le lett lőve. És most ezen megy a dolog, úgy... Fincsi! Mi volt, hogy volt? De minek geci nekem, minket igavagosz? Nem tudjuk. Pont a vagosz.
vernek, vagy mi ez a hang? Nem tudom. Szerintem csak ugrálnak a tetőn. Az is lehet. Hopp, egy sas, azaz, sas szeretjük. Sasi-masi. Nyami-nyami. Így van. Itt már olyan védelem megy, ide bárki megjön. Nem fog ide senki jönni. Azért a Vagosz nem olyan buta. Legalábbis eddig nem úgy ismertük meg őket. Pár nézelődek itt, azt látom. Most milyen pics-pics megy. Mi legyen a nevem? Nem, azt nem írom oda. Szeretjük hűíteni a rendőröket. Egyre nem értem oda, hogy Ghost. Csak a PD. Ez az. Legjobb ez a Dark Chat. Ott mi történik? Szerbusz! Szép estét, szép estét! Hát csak itt ment el mellettünk előbb egy, azért. A fekete-fehér, az volt. És az nem annyira öltözött senkit. Az előbb egy izé. Fekete-fehér neon a szubrót öltöztek. De tényleg pont te vagy az! Drágos kék neonnal. Jó, hihetlen te jutottál eszembe, valószínűleg a chat miatt. Fekete ugyanúgy. Igen, ez... Azt kell tudnotok, hogy ez egy olyan dark chat szoba, ahol igazából, amit mindig direkt kiadunk a rendőröknek, és hűítjük őket, küldjük őket jobbra-balra, hogy hova menjenek, mit csináljanak, és kamu informationok. Á, semmi, ezt éppen megbeszéljük szerintem a dolgokat, úgyhogy... Figyelj már! Mondjad? Lesz itt valami, vagy ezek itt most megbeszélik ott fönn, azt lófaszant karika? Hát, mivel még nem tudunk semmit, azért várunk egy picit. Hogyha megbeszélik, akkor megbeszélik, hogyha nem, akkor maradunk. Jó. Megvárom a végét, mert a csata lesz, akkor szétlődök mindenkit, és megvédek mindenkit. Igen. Ha meg nem, akkor meg elmegyek, és szexelek. Így legjobb. Na! De miért mit jól van? Én utána ráérek pont, úgyhogy... Nézhetjük! Hát nézem! Hát ez óriási! Lehet, tök ide hülye vagy! Mariel, nekem hagyd ne, hogy csatlakozzak. Na jó van, fejezzétek be, jó? Nem. Gyertyát mehetek tartani? Én akarok. Nem. Na csak, hogy elfújjam akkor. Hú, hát ha elfújod, akkor már valamit be is rakok. Kis borsó. Az keringőre való felhívás. Tényleg, most ott zöld borsó. Egyébként jött egy üzenet, csak mondom. Ezt most olvastam el, még 19 perc. A Foxy, Aztékász, ha kell segítség, szóljatok, itt vagyunk a szomszédban. Na. Azt hiszem, hogy Timákon geci sokan lesz. Annyi a baj, hogy... De amúgy nem mondod, mert látjuk. Vannak. Pik? Hát ha még ők átjönnek, így is geci sokan vagyunk. Ja, ja csak azt mondom, hogyha nem éppen, lenne, hogy tehát most ezt érti úgy, hogy vágjátok, hogy bármikorra. Persze. Mindenki mellettünk van. Kéva, ki ellenünk? Mi ez a sok rendőri sziréna? Azaz közlekedik. Ó, de jó, hogy így bár jó a szemem. Köszönöm még egyszer a tippet.
Baffa meg. Azt te kasszi. Mit pittyegnek még? A kamuszobába. Mit mondjak? Nekem nincs jelenleg. Úgy. Ezeket szeretjük bemártani. Látok sötétséget, sötétséget látok. Azt én is ez a baj, nem is. Azt várjuk, hogy akkor betartják a szavukat, vagy nem. Na azt akkor figyeld. Ott a konténer mögött ingyen fegyverosztás van. Hol? Én is amondó vagyok. Megyünk saját rossz, tovább, főnök. Mondjad? Vagy megyünk saját rossz, krúzolunk tovább, vagy megyünk beszélni? Na, mindjárt megkérdezem a kamerát, hogy bizú. Megy már át. Mert akkor épp eddig, hogyha. Oké. Okay. Halasson. Hát akkor szolgáljuk ki az urakat. Na, bizú. Minden oké? Okay? Hát, nincs semmi, per. Akkor jó. Minden faszon. Akkor jó. Ha fasz, akkor jó. Azok a kékek amúgy mit csinálnak a másik tető? Hát ők ott, nem tudom, nézelődnek, el vannak. Aha. Nyugi, nem akarnak bajt. Sár. De nem is arról van szó, csak így fúj. Ja, persze. Sokan vannak itt. Ja. Nagyon, nagyon éljük. Szató még meditálódik. Szeretnélek. De várj, nem hallok semmit. Azt tudod, hogy hív a párom? Azt mondja, megyek, csinálok valamit, azt mondja, mindent bele tigris. Mi lesz csak, akkor most mi van, vége van? Megvárjuk Szatót, szerintem vége van, de nem találtam kamarást. Minden szuper, miért? Hát már a rádiójukon sincsenek, egy valaki halózott, de már izé. Akkor vissza a sajátra. Vissza akkor mindenki? Így van. Látjuk vissza? Csak igen. Engem nem? Téged akartalak, de köszi, eléptél, köszi, csak mondom. Köszi, köszi, köszi. Meg, megvárjuk Szatót. Gratulálok, egy dolgot. Akkor saját nem. Gratulálok. Szerintem verekedjetek össze. Nem ér át. Verétek le. Van benne. Na, akkor mindenki a saját rádióra. Ez vicces, mi jó ez. Mondja, ez a miénk? Nem ér el, mert... Nem hallok senkit, nem hallottalak. Halló, halló. Na, mi lett a végkimenete? Várjál, mindjárt megbeszéljük. Most... Esküszöm, nem hallottak mostan. Hallom. Ez mindig jó dolog. Sziasztok. Na, mi az a békúci, megbeszéltétek? Na, beszéltem a Gáréval, egy Charlotte nevű hölgy volt. Uh-huh. Vagos, Vagos volt a szervezet neve, akik itt voltak. Így van. Na. És neki, neki úgy lett leközölve, ugye mi hárman fogtunk először fegyvert az autóra meg a motorra, neki úgy lett leközölve, hogy ketten fogtunk fegyvert, és azért mentek el. Utána pedig úgy lett leközölve neki, hogy a Pali nem lőtt vissza rá, nem lőtt vissza, mert hogy ő nem tudott, mert egyből ki lett lőve akkor izé kocsiba. Erre mondtam neki, hogy hát azért nem így van, mert még kiszállt az autóból, és még föncit szétdarálta. És hogy nekünk is lettek veszteségei, nekik is. Utána pedig még úgy lett leközölve neki, hogy én fenyegettem meg a Vagoszt konkrétan, hogy az akkor igen. Most mi fogjuk őket szétkurgyálni. Holott szerintem ez lehetett hallani, hogy nem egészen így volt. Mondtam is, hogy vannak szemtanúim, fültanúim. Tehát még mi lettünk megfenyegetve, ezért van itt ekkora meg perpadvar. Mondtam neki, hogyha gondolja, akkor 20 fő itt van, nyugodtan jöjjenek. Azt mondta, hogy nem akarnak ők se balhét, meg hogy ez neki nem éri meg.
meg hogy neki lemásolj, de leközölve, és hogy most beszél a srácokkal. Igen, van fasza. Az egész úgy volt, hogy mentem Föncér kórházba, közben fölhívott, aztán majdnem elbasztam ott a városházán. Nem mondta, hogy valami barom majdnem öltött, mondom, tisztelet, az én voltam. Akkor mondta, gyere Májdá, mondom, jó. De végig ilyen hanggal beszélt, így. Ilyen összecsuklott hanggal. Ismerős amúgy. Zülő előttem dolog. De ez a srác meg, aki itten fenyegetőzött, ez meg egy kicsit elég olyan... Ja, hát nagy volt az arc. Yeah. Azért hát mondtam, hogy ne fenyegesd a barátainkat, mert mi is itt vagyunk. Az életünk aztán mi is befenyítve. Nektek is mondott valami? Persze. Azt csinálkozom, hogy hogy hajtott el élve. Hát, nektek mit mondott? Hát amikor... Hát, hogy ezt megbeszéljük más keretek között. Yeah, igen, amikor megfenyegetett téged, én megmondtam, hogy hát figyelj, hogyha a barátomat fenyegeted, akkor mi is itt leszünk. Talán megmondta, hogy jó van, hát akkor majd veletek is ledumáljuk, ezt megbeszéljük más keretek között, vagy valami ilyesmi. Jó, de most ez a baszki, most azért nagy ezt fel, a rejtőzős cuccot tartják, ja. Tehát nem kolorba jönnek ide az elért, tehát mit basszunk. Ennyi. De az megvan, hogy amikor jöttem és rádió mondtam az infókat, közben utána a forrót egy rendőr, azt leráztam. Szép. Ja, elmentünk két rendőr automát, aztán azt hitte ránk forróba, meggondolta magát. Jó hangszállalma, csáv. Feljöttek a gym tetejére, maguk mit kerestek itt? Kitől kaptak engedélyt? Meg ilyenek mondom, de pattogj már. Mi kezünkben az a piknik? Ez igen, majd nem a sáskát rajtunk. Miért nem mondtad meg, hogy várjuk anyádat? Ez az. Csak hegyet már az. Hát már mondta, hogy riotokkel fognak visszajönni, ha baj lesz, meg ilyenek mondom. Riottal fognak jönni. Ja, riottal. Jöjjenek, pénzszal itt most érsek. Meg mi az Insurgentet mondta még? Ez az. Nem vittük ezt, hanem ezt mondta, nem. Na jó van, srácok, ha nincs más gond, akkor viszont én leléptem. Ja, csapódunk tovább, aztán, hogy bármi baj van, akkor... nézni, meg olvasgatni a beszélgetésünket, akkor Dark Chat szoba, Vafeher. Vafeher, oké. Csak ide ne írjatok majd be, mert ezen... Dupla V vagy sima V? Sima V. Van, mint Vagos, és csak ennyi V, A, Feher. Én már benn vagyok. Micsoda? Vafeher, ennyi. Mondd be, újból is lassan. V, A, Feher. Jó, megint újból is lassan. V... A... Ja, nekem megvan. H... E... E... Jó, akkor megint kezdtem újból is lassan. Na jó. Oké, akkor ezen segítünk. V... Töki? Mint Vendel. Igen, igen. Ennyire nem kell lassan mondani. Gyere már, légy szíves egy kicsit. Jaj. Imádom. Nagyon hülye a csapatom. A kamarával összeállva, meg még hülyébbek vagyunk. Jaj, tudod mit adni. Jó van, jó van. Figyelj, hogyha bárki rátok megy, akkor üzenetbe fűleszed egy számot. Sziasztok. Már nem fogjátok pampogni, szóljatok, mert lehet én is öldözzék egy kicsit, most már jó hangulatomba lettem. És nem tudom, hogy nem hallanak, vagy csak nem figyelnek rám. Negró. Ja, igen. Igen, észrevette, hogy nem hall senki. Mondtam, így jövök már sem ezt gazdák. Hányan maradtunk? Kapálj! Hát ennyien mi. Kapálj! Kaptam egy kordit fent. Oda! Na? Nem, azt akartam, hogy jós pancik lehettek. Magyar. Teljesen fent, Szendi, felső Szendi felett a... tó felett úgymond. Aha, mi van ott? Pöszétől, nem tudom, fekete ruhás emberek. Oké, megyünk. Kamacsokkal. Kocsiban mindenki. Baga. Most? Jöjjek ezzel a kocsival? Megyünk előre, jó? Mert van egy kordim. Jó, menjetek a kocsival. Gyere. Paraván. Szóljatok Bestiának, hogy jöjjön át a saját rádiunkra. Mi van? Mi a helyzet? Jó. Pöszét tudod a kuplónak a barátját, valami fekete ruhása küldezik, hogy körbe vették, hogy valami ilyesmi nem tudjuk pontosan. Arra megyünk ki. Mi? Keci, hogy az nekünk jött volna, az fájna. Az biztos. Övet kössetek. Be van. Viszont várjunk meg mindenkit. Szóval mi történt? Nem Bestiát. Volt a rádióm. Ja, Bestiát. Na, én meg hívhatom. Baszd meg. Baszd meg. Basz.
Arról nem tettek, beszélve belé fordult oldalról. Jó vagyunk, csak szaggatott a kicsikét a üzemanyag az is. Valakinek beestérnek mesélje, hogy mi történt? Tudja róla? Merre vagytok? Valaki válaszoljon, mi zoomol? Az a helyzet, hogy ugye Pöszének, Kuplinak a barátjának, vagy barátja küldött nekünk egy kordit, hogy fekete ruhások körbevették, hogy öldözik, vagy valami ilyesmi. Paletó környékén a tó felett valahol. Aha, fasza, egyedül vagyok a motoron, na minden. Nem felső szendik mondod? De felső 187, hol szem 187? Szia, Jocsi! Hát... Megyünk éppen mentő akcióra, vagy bármi hasonló. Ott ment egy fekete kocsi. Ott töké, bebeszéltem a sarokba a szobáról, amink van. A Darkset szobáról, mert valakik beírtak egy furcsa a fekete ruhások névvel. Majd olvassátok el. Az én voltam. De mondtam is. Nem hallottuk. Akkor lehet, hogy már negroznom kellett volna, mindegy. Csak nekem van rahat geci nagy köd? Most beszéltem a Pöszével, egy fekete kamacsó fehér szélekkel, négy fővel, három fekete ruhás, egy piros. Nem tudja, mi van ott fönn a hegyen, de egyből csúszlit rántottak, ahogy a közelükbe mentek. Pozitív, megnézzük. Hát remélem nem lesz piff-puff, de lehet, hogy az lesz belőle. Ezt akartam. Régi favágó útvonal amúgy, hogyha vágjátok úgy, hogy kb. Arra hát megyünk. Hát én sem. Mennyire megy ki a gyorsasági motor arra szerintetek? Lassítunk kicsit. Ez biztos. Műút van végig igazából, meg föl. Ja, alright. Jó van. Földön majd egy picit lassabban gyere, az nem teljesen. Tata, azaz. Adolom, majd lassan jövünk mi is ott Nightfall, vagy lehet majd le fogunk ki lakni és futni fogunk. Csoki, melyik autóban ülsz? Ezek mit csinálnak amúgy? Hát a mögött. Gyakorlatilag szembesába közlekednek majdnem. Akkor megérkezünk a földútra, akkor Léci ülj át meg én, hogy valaki tudjon mögöttem lőni, mert én így akkor haszontalan vagyok. Akkor tolom, ma meg is állhatok, tudod, és átadok meg, hogy nyelv vagyok a földes. Akkor lassítsunk picit. Együtt érkezzünk, hogyha bármi lenne. Kicsit, vagyis hát lassítottunk elég jól. Geci, a kölköd van, hogy nem látom az utat sem. Ez esek? Nincs is kölköd. Megoldom, az a baj, hogy lőni nem tudok. Én is jól látok. Nekem nincs. Inkább vezzetek, mint hogy lőjek, mert lőni se látnák. Van valami szemmódosítót? Világítás kapcsoljatok le. Két hátsó. Estél? Fényszórót lőtt ki. Nálam nem, akkor nálam nem megy. Nálunk igen. Most? Jó, tök jó. Oké, én szememben nem volt már, oké. Egy kilométerre vagyunk a vízétől, a céltól kb. Pozitív. Hogyha lőnek, akkor lövünk lábra, hogyha nem lőnek, akkor lefegyverezzük őket és kikérdezzük. Rendben, lehet, hogy már nincsenek ott, meg kell nézni, nem-e ültettek-e valamit, vagy bármi. Kicsit lassítanátok. Pozitív lassítunk. Mindjárt nekem egy csináltak. Nem tudom, lezudták a kocsit? Lehet. Jó, van, jönnek. Oké, mehetünk. Azt hittem arra a kutyára, vagy mire medvére, hogy egy négykézláb ember. Én is, bazd meg. Itt. Élesen balra fel. Itt a hegyen voltak fönt. Felettünk kb.
Tempóra figyelj. Nem tudom, ezek fél mentek, tovább mentek, hol mentek? Megy, megy tovább, igen, megy. Ott van, ott van, hogy megkerültjük. Mi a fasz? Neki sem mentünk, az vagy. Mi történik ott elő? Semmi, egy kis deszka. Problémák vannak, ugye? Jobbra a híd előtt. Itt fent, közvetlen. Itt volt valahol, ha? Kösz. Innen jött. Akkor gyalogoljunk. Feljebb még. De ez elég meredek terület. Én ezzel a motorral nem tudok felmenni. Tudom, nagyon jó, nem kell, maradj az úton. Mi sem fogunk tudni ott Nightfall, épp eddig, ameddig itt feljöttünk, nem baj. Kocsikat letesszük és szétnézünk. Itt voltak, mert innen jött a Gordi. Jó, letesszük itt is a motorokat a többiek mögé, és akkor felnézünk gyalog. Kocsikat lezárni, fegyvert kézbe. Motorra körbenézünk nagyjából, de nem látok senkit amúgy. Megnézem a híd alatt. Csak sikerült az estére valami action-be húznunk. Baszott hegy. Aaa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 
Még nem is mentem benedeken, bassz meg. Szemből nem tudik mellett. Kurva életbe. Várjál. Van valakinek egy ilyen? Bassz meg. Van. Gyere. Tessék fél, itt van három penta, három eki. Ah, penta voltál, nem? Lehet üzleteltek valamit, amúgy, vagy lehet cégla levesztek valamit. Hát, ja, jogos. Hát, de attól miért... Nem röhög! Úgy van életben. Hát, ilyen balfasz is csak én lehetek. Igen. Nagyon fájt. Nekem is. A tegnapi pénzszállításon csak egy 3 métert csúsztam, azt majd ott maradtam. Ez jó klip lesz. Bolosz. Te vagy előttem? Ja, látom, ti vagytok, jól van. Várjátok, itt vannak ültetve, kokacserjék. Hol? Itt 50%-os, itt a lény vagyok, 50%-os földje van. És hol vagy te? Itt az úton, hogy jönnetek végre. Itt van az 50%-os kukacserje földjedik. De ezt miért látom én? Itt, Jazz most fut ide. Kukacserje, kiültetett ide. Pozitív, elég nagy ültetvény van itt. Valószínűleg ezt védték. Mondjuk ezek nem régóta vannak ültetve, mert 18,5%-os. Pont azért mondom, hogy valószínűleg azért voltak itt. Nekedem látszott? Nagy valószínűséggel. Bőni? Kocsikat be kéne hozni ide. Bőni? Mondjad? Nem tudni, kell behozni. Mondjad? Megkérdezem, látszott? Igen, kérdezd. Ki vagyunk ott a hegyen? Aki sétál? Tudok ajánlom, de mondjuk igen. Jó, oké, akkor jó. Szemléltem. Akkor nem megyek föl, és gázolnak el. Konkrétan 5 perce hagyták itt. 10%, ez pont 5 perc lett itt hagyva. Nem rög együtt élesz, úgy. Melyik van rikító ző cipőbe? A jó Isten verj vizeket. Felszeded? Mit csinálsz? Na? Tisztik.
3 kilométerről csak azt lehet látni, hogy Ricky. Ja, bazd meg, akkor tessék, örüljél. 3 kilométerről csak azt lehet látni, hogy Ricky itt a nadrágot. Hát az én nem annyira gondolom, hogy Ricky palettóba. Nem azon a legközelebb. Ja, ja, ja. Mi várjunk egy picit, mert Szotyi utána kérdez, hogy a Blac volt-e. Hallod, Just? Mondjad. Ez hány tőnek satszolod, geci? Nem tudom, kurvasoknak. Szerintem van vagy 500. De lehet keveset mondtam amúgy az 500-zal. Hmm. Nem tudom, hát az utat végigrakták, geci. És ez is 50%-os, mi a fasz? Megyek a mocival. És gecire nem feltörni amúgy. Mögén valaki, aztán kuka majd cseri. Az legelgeti. Kuka cseri. Nem kell felszedni, ez túl kicsi. Nem is akarom. Akkor nem lesz semmi, ez a baj. Tudjátok, hogy az új dolgok miatt már ez... Igen, 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 pozitív, pozitív, csak... Mi a fa? Ja, mert a pirosak, aha. Hát lehet, hogy nekik itt van az ötven, azt nem tudjuk éppenséggel. De, bazzák, mennyire nem feltűnő a hordóhoz képest? Kurvára, és az a baj, hogy nem nő meg, geci. De, megdő. Hát hallod, a kanabisz az akkora marad, mint egy... A kisebb, mint a bokor. Igen, az igen. Persze. És meddig végigrakták? Hol a vége, Misztik? Itt, ahol vagyok. Várj, azt nem látom, hát. Nagyjából itt. Várj, egy kicsit visszajövök. Itt volt még, előbb láttam. Nem, itt a vége, nem? Itt. Itt az utolsó cserje. Főni, ide jutottak múltkor a 18-asok is, nem? Mikor elrepítünk felett. Pozitív. Nem itt, vagy itt volt? Itt volt. Itt repültünk el pont. De ez kokain, nem? Ez kokója. Az. Beszéltem vele, azt mondta, megkérdezi a többieket mindjárt. Oké. Okay. Hogy jövéke. Oké, okay, oké. Okay. Szia, Flori! Nem jelzett, hogy megbeszélik, hogy azt mondják, hogy igen. Nem fogjuk. De remélem, nem küldték kordit meg semmit. Nem, de elmondta, hogy nagyjából hol vagyunk. Bazd meg. Bazd meg, most hogy kérdezem meg, hogy kiétek-e? Vagy találtunk sem. Egy ültetvényt 500 tőről, tiétek? Mindegy. Merre? Favágó telep környékén, kész. Hát ezt mondta végül is. Hát az mondjuk azt nem tudják, hogy hol van, tehát azért nagy a környék. Szia fel a kukaint! Annyit mondtál, igaz? Úgy emlékszem. Mm. Jó, ja. Kivel beszéltél, a cseppasszonynal? Ja. Igen. Jó. Cseppasszony? Hát csak kérdezem. Hát hogy becézni a picu? Főről van még egyszer, és köszönöm. Jó, de meg, le, nem jó? Szeretem a családommal egy feszültséget, úgyhogy mindenki üljön meg a picsáján, légy szíves. Jó, jó. Az él, hogy a kis botommal... Mi lesz most a terv? Mit? Mit csinálsz a kis botoddal? Hát leülök. Igen. Ezzel. Várom a kocsikhoz. Hello. Le kell menjek, ők meditáljak egy problémáit. Nem pár percet. Esetkor itt az urakkal. Mire esetre gondol? Bocsánat. Gymes. Így van. Meg erről beszélni kicsit konkrétabb, hogy most itt történik meg. Egy verziót, de kíváncsi vagyok a másik oldalra is. Igazából a mi szemszögükből az történt, hogy éppen cruzolgattunk a városba, zöldek. Elmentünk a gym mellett, amikor utánunk fordult egy ilyen citromsárga neonos kocsi, és valamit mondani akar, de éppen azt nem hallottuk. Majd bellénk jött egy kamorás kamacsó, aki éppen elmesélte, hogy valakiket el akarták rabolni, és hogy ezt nem akarták hagyni, és hogy lelőtték az emberkét, mivel hárman fegyvert fogtak rá, de akkor is kiszállt a kocsiból és elkezdett lövöldözni, ezért kénytelenek voltak lelőni. És mondták, hogy éppen mit fognak vele csinálni, amikor mellénk jött megint a citromsárga neonos úr, és hát igazából megfenyegette a kamorát, én meg mivel nem ismertem, ezért mondtam, hogy a barátaim, szóval ne fenyegesd őket, mert mi ki fogunk mellette állni, és hát akkor mi is kaptunk egy ilyen enyhé fenyegetést. Úgyhogy a mi részünkről igazából ennyi volt a történet. Ezzel kapcsolatban van-e még valami? Igazából semmi extra, ami engem felhívott
egy hölgyemény, hogy, hogy mi történt, meg hogy történt, mi ezt megbeszéltük. Így, hogy vagaszosokról van szó, mondtuk, hogy nem fogunk közbeszólni, úgyhogy szeretnénk, hogyha megbeszélni mind a három cég egymással a dolgot, és szerintem ez is történt, hogyha minden igaz. Így van. Az úriember valószínűleg nagy teljesen jövertelő, mert barátja itt is ezért mondta, hogy esetnek jól ez a dolog, mert ugye ez az úrnak, akit volna hívni kis hitelfelvételről, neki jelezték, hogy mit szeretnének, csak aha. Valószínűleg, hogy a barátai vagy valami, amit találták itt a dolgot. Igen, igen, valószínűleg nem tudták, mert... Én ezt látom a helyzetben. Így van. Erre szerintem egy érthető heves reakcióba válaszolt, hogy ezt így nem nagyon kéne. Uh-huh. Mi is a családoknak segíteni, hogyha esetleg így rég van a felvétel az aláírónak. Persze, 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 ezért tudjuk. Ezt, ezt úgy, és ez most így a... Mert így hallani ilyet, hogy a források így, akitől nagyon félnek, hogy ez most így... Uh-huh. Hát szerintem az lehetett a probléma, hogy ugye a kamor az nem tudta, hogy kik vannak ott, nem tudom, hogy a kolorba voltak-e vagy nem, én erről nem tudok, mert mondom, hogy már csak akkor értünk ki, amikor valaki ez mentőt hívtak, vagy valami ilyesmi történt, úgyhogy igazából én nem tudok, ennyi részletet nem tudok, én csak tényleg ennyit tudok, amit elmondtam, hogy bellénk állt két kocsi, és akkor elkezdtek igazából szócsatázni, én megmondtam, hogy nyilván a barátaimat meg fogom védeni, mivel jó vagyunk a kamorrával, de mivel veletek is jóban vagyunk, és ezt nem tudtam, hogy a ti részetekről is van ilyen, ezért utána megbeszéltük a hölgyel. Te minden reagálni itt a dolgokra, aztán jó, rendben lenni, ennyire voltam kíváncsi, tehát akkor rendben további téma nem lenne, akkor nem akarni nem. Beleállni semmilyen. Nem. Aha. Köszönöm információt, további szép estét. Ja, én is köszönöm. Szép estét, szép estét. Nem az DS. Na, itt vagyok, bocsi, csak hívott megint ott. Nem. Eljöttek, csak csúzit rántottak rájuk. Azért jöttek, azért küldte a koordinátot össze, hogy nézzünk ide el. Mert itt valami biztos van. Mondjad főnök, mit akartál? Semmi, csak megint hívott most egy vagaszos úriember, hogy igazából még egyszer átbeszéljük, hogy mi történt pontosan, és hogy lesz ennek következménye, amíg mondtam, hogy ne számítson rám, én nem akarunk beléjük állni ennyi miatt, úgyhogy... Jaj, de hogy is. Meg amúgy is nem is mi kezdtük, mi csak oda persze, oda persze. Így van. Magyarok ügyesen most. Hát meg most nekünk igazából velük úgy semmi bajunk szerintem. Persze. Nem is nagyon látom őket. Néha így felfeltűnnek egy-két napra, igen. Utána meg teljesen így napokra el. Nem is látom őket. Hát igen, valószínűleg rejtőzködnek még most. Tehát várjuk, hogy megerősödjenek. Hát, hogy a Krisz jól beszoktam azért. Öten vagy hatan maradtak? Hát azt mondták, hogy egy 80-90 lesztek maximum. Aha. Nem tudják még, hogy mennyi a massz létszám. Viszont van egy kis gáz, valaki felhívott engem, és nem tudom ki az. Mi a száma? Mindjárt mondom. Mit akar? Mit mondott? 18574. Mit mondott? Az, hogy a feketéktől van, és szeretne üzletelni. Uh-huh. Hol, mikor, és mit? Valaki megadta, azt mondta, hogy megbeszéljük, írok neki egy SMS-t, hogy hol, mikor. Az feletében érdekes. Hát, igen. Ennyien maradtunk amúgy, ez a... Nem, a több szatóikkal világban okozzak a kamacsot. 18574. Jó, rendben. És miért pont veled, és honnan tudja a számodat? Csak elvileg valaki megadta. Van kocsitok, vagy bármitek itt fenn a hegyen? Ott a hídnál, ott meg. Azzal nem jövünk egyre. Úgyhogy... Nem, elküldtem most. Szia, Mona Lisa! Hát csak Mystic-nek van. Eltől valami DNS, akit én nem ismerek. Csoki. Eldobom Mystic a másik oldalra a hegyre, menj már fel. Ha itt van. Figyelj, akkor muszáj lenne beszélni velük, hogy honnan van meg a számod, meg mit akarnak pontosan. Jó, alszik. Ja. Csak hol és mikor. Mert olyan helyre én nem akarok oda menni, ahol
Nyilván, olyan helyre nem megyünk oda. Hogyha tudja, hogy zöldek vagyunk, így mutat, vagy mit mondott? Igen. Tudja, hogy zöldek vagyunk, akkor tudja, hogy hol lakunk szerintem. Legalábbis remélem. Szerintem mindenki tudja már a városba. Persze, hát nyíltatokként kezeljük. A pirosokkal nem hívtak azóta vissza, hogy... Nem az övék, most hívt. Nem az övék, oké. Okay. Akkor az... Jó is, hogy jön a kamacsó lesz, mint takarítani. És a 18. Akkor most lelép a városból, sziasztok. Jó pihenés, szia, szia. Ciao, ciao, jó pihenés. Jó pihenés, szia. Bestia is lép, jól legyetek srácok, vigyázzatok magatokat. Oké, szia, szia. Kettőkor jövök, puszi, ciao, ciao. Jó tektelés. Kettőkor jövök. Köszi, meg lesz. Az nem. Hova? A gecibe? Az EKG-n kicsi. Na, még egy dolog. Köszi srácok a mai napot, nagyon imádlak benneteket. Puszi. Mi is téged. Hallod, hallod, Besti. Már elépett, bazd meg. Jó, hát, akkor, pedig akartam mondani, hogyha mondja, hogy igen, akkor nem vagy süket, de hát áh! Misztik, hogyha magához tér, akkor szerintem nem megyünk, és akkor... Nem tudom, ez is itt alszik el, bazd meg a hegyen. Halló! Olyan jó. Kell a BF? Szegy... Ne, ne szedd le, ne szedd le, ne szedd le. Nem, neki, nem. Ugye kopzom? Mi van? Nem, most, most potot kéne fognunk, hogyha visszajönnek a buzik. Nem hiszem. Jó, srácok, akkor menjetek visszafel a hegyet és figyeljetek bár onnan nagy izé, esetben. Bár mondjuk most egész jó állnak. Még attól függ. Mik? A férfiak állnak jól. Már nem jól. Láttuk, hát a gazok. Ó, ne basszál, már te is kezded. Vagy bármi olyat, ugyan. Elég nekem ezeket a... Oké. Én sem lesz darák, hát úgy tűnik nem lesz. Pedig én is most már készültem arra, hogy darab lesz. Mondom, elég nekem ezeket elviselni. Ismerjük a 187-et, hogy milyen a formájuk. Bár én nem találkoztunk velük, úgyhogy azóta lehet, hogy egy picit kedvesebbek és jobban csinálják a dolgokat. Meg gondolom, mert azóta nem igazán hallottam, hogy lettek volna figyelmeztetve. Itt vagyok. Jó reggelt. Csak a tegnap. Hát figyelj, ez egy pénzszállítás volt ott, megpróbáltak minket lecápázni, azzal szerintem nincs semmi probléma. Az egy várható fejlemény. Az most nem mondanám olyannak, hogy, hogy random ránk lőttek valami miatt. Megyek a hegynek a tetejére. Nézd meg, hogy könnyékén, a favágótatnak a könnyékére nézd. Jó, de csak így messziről, felülről. Jó. Phoenix lámpa. Most akkor az a terv, hogy levárjuk őket, vagy mit akarunk? Leszedni elvileg, azt mondták a fiúk. Azt leszedjük a cuccokat, aztán lépjük. Jó, de most ezt 50%-ban leszedni, az egyet fogadni. Azt ugye vágod. Nekünk ingyér van. El kellene kezdeni most, nem? Gyerekek, akkor. Mire ide érnek, addigra pont meg lesz. A zsebünk tele lesz. Hát, nem tudom most. Csak egyet ad, de most... Nem tudom, akkor hagyjuk itt a faszba, hát nekem mindegy. De inkább szedjük le, hát mint hogy nekik meghagyjuk. Hát nem tudjuk, hogy kik azok az a baj. Én meg kezdek belekedni. Bassza meg. Megvan Phoenix, megvan, megvan, megvan. Akkor nem kell. Mondja töki. Persze, persze. Mit akarok mondani? Egy, senki nem, a Blatzon kívül senki nem tudja, hogy itt vagyunk. Ja. És nem a Blatzé. De végül is szedhetjük felőlem, akkor viszont kapkodjuk le. Nekem mindegy, ti döntöttek. Rá... Csak akkor várjunk, hogy mindenkit, hogy kapkodjuk le. Én azt mondom, hogy szedjük le, te mindig mit mondasz. Jó van. Óvatosan egyedül. Végül is azok után, hogy barátok a fegyvert fogtak, akkor szedjük le. Szóval azért egy lámpát kapcsolhatnám. Nehogy kitalálják, hogy most az övék. Kétem. Max, hogy neki küldeti valaki. Ne szaladgálna, hogy hallja, mi a faszomat mond. Jazz, itt vagy fejben? Persze. Nem hallunk, ha beszélsz. Ja, nem hallunk, tényleg. Assza már meg. De nagyon halkan hallak, inkább. Most jó? Na, szóval azt mondtam, hogy az, még az is lehet, hogy nekik termeszt valaki, de szerintem azt is tudnánk. Most vagy kintem hallak. Pazeg. Ki is akarnak kijönni. Mit? Ki akarnak jönni ők is. Nem kell jönnek ide. Minek jönnek? Nem tudom.
leszedni, minek jönnének. Jó, hát hogyha kifizetik, akkor leszedhetik. Mi találtuk? Just nem hallunk. Nem hallunk főnek. Ah! Kiégek! Halló? 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 Na szóval, hogyha kifizetik, akkor leszedhetik. Minden rendben. Akkor válaszoljál el. Holnap beiktatunk egy rádiós csapatépítő tréninget. Még itt keresni kellett, az meg a hegyen. Hallod, ott ugrat, most láttam, hogy épp oda néztem. Azt én mondom, Keti, ha még eldül, azt itt még keresni kell ezt a hegyen. Még egy kopterünk sincs. Most akkor fixen kijönnek, vagy mizu? Óvatosan. Izzel most ilyen neki küldtél kordit, vagy mi van? Én nem küldtem. Hát gondolom tudják, hogy hol van az 50 szalag. Hát eléggé fix, hogy tudják. Ez a kérdés az, hogy tényleg kijönnek, vagy nem? Vagy ha le akarják szedni előlünk, akkor fizessék ki a infót. Kijönnek, jönnek már. Jó, akkor fizessék ki az infót majd. Remélem valamit gurítanak, vagy adjanak egy kis szintisztát, vagy valamit akasztom. Azaz. Remélem, nem áll senki az úton, mert megindultunk felfelé, aztán nem látom. Várjál, mert lehet nem lesz szükség a kamákra. De hozzad azért fel. Ne, jöjjenek. Ja, fel, legyünk fent azért. De úgy mondom, hogy a kocsikra lehet nem lesz szükség. Ja, persze, jól van. Hát valahogy lemegyünk, nem fogok legyalogolni. Ja, megint gurulok, bazd meg. Voice sheet, az előbb megvolt és ugyanúgy szar volt. Olyan szexi a cipő. Vagy elbasztam valamit? Mi a helyzet? Jó van, na. Milyen tiszta addig? Hallod, ezt tudod milyen ez a izé? Mint ha seggeden lenne egy céltábla is, hogy ide lőjetek kb. Ez a kis cipőcske olyan, úgy világít, az egy karácsonyfa. Tényleg észrevehető egy kilométerről, és ezt tudod, hogy nem basztatás, de nagyon feltűnő. Én sem nem azért mondtam neki, hogy baszogasson, de... De most mi van? De miért engem akarsz megfejelni? Fejeld meg a főnököt! Na ne. Inkább egy izintem, ne, egy pozitát, vagy valami. Ilyenekre hívom fel a figyelmet. Fejelés közben megpuszilna. Dél? Nevelgetlek, öcsém, meg ilyenek, azt még ilyen fejelgetsz. Nevelgető? Nagy illegál csinálok belőled itt. A fekete rumpó. Nagyon egymásra találtak amúgy. Ne bántsátok, mert abban pakoltunk bele mindent. Ford közöttük a levegőt. Mondom, hogy ki kell pakolni. Szelektálni, mi kell nekünk, hogy nem, aztán leholtani villában, mi vagy. Szerintem az akció után azt meg is csinálom. Piros? Ja igen, srácok, várjuk a pirosokat. Gratulálok. Nyugi, maradjatok fent, ha bármi történik, ott maradtok és nem jöttök fel. Ne tartsuk rájuk fegyvert, csak legyen kézre. De ez az övéké az ültet? Nem az övéké, viszont kijönnek megnézni. Vagy nem tudom. Figyelj, hát akkor majd fizettek értem. Ne tarts rá fegyvert, mert ezek azért van baj a toronyba. Sátok gyorsan, itt állunk kell egyet. Pozitív. Ciao, ciao. Hello. Éj, csomd, de sokan vagytok. Na csőcső. Ez az. Elvagyunk éppen. Bandázgattunk aztán. Figyeljétek most, srácok, ti vagytok itt a szuporokban, meg a... Igen. Pozitív. Igen. Csak ott is van két ember. Igen. Igen, tudjuk, hát azok nem tudtak ide feljönni. Igen, ezért lent hagytuk. Na mi a helyzet? Nem tudom, de így a sorokat nézve, így szépen sorban a csukjás szükséget, de mindjárt megcsörgetem. Irágyőzik. Az ki? Egyik tagunk. Uh-huh. És az a baj, hogy itt valószínűleg többen voltak, mivel kaptunk egy értesítést. Négyen voltak. Kamacsóval. Fekete, fehér szélű kamacsótok létezik? Nem, milyen? Fekete, fehér a széle. Milyen? A kerékjárat, vagy a kerékidom. Az igazság, hogy mi elmentünk cyberbe izé fazmozni, tudod? A cyberbe mentünk, azt izé... Három darab fekete ruhás volt, meg egy ilyen valami nem tudom milyen felsős. Négyen voltak itt kint egy fél órája. Tüsin, te ültették a levelet itt az 50%-os helyen? Tüsi volt. Mi embereink voltunk. Rendben.
neked így basztak rádiózni. Majd bassza neki két fokot, hogy az az. Mondjad neki, legyenek óvatosabbak, mert legközelebb, ha elmegy, akkor az elég nagy veszteség. Ja, hát igen. Mert ha nem lesztek képbe, és nem tudunk elérni. De hogy mikor ültettem, mit mondod? Mikor ültettétek? Egy órája. Ugor már egyet, mert nekem teleportálsz, légy szíves. Köszi, köszi. Egy órája. Viszont ők nem feketébe voltak, azt mondták. Akkor az nem hiszem, hogy az övék amúgy. Mert ez kb. Ilyen 10 perces lett a történet. Hát, hogy most már 20, de... Hát, gyertek, nézzétek meg a minőségét, ez frissen ültetett cucc. Igen. Pattó, kiszállni! Hát mikor mi jöttünk ki, akkor volt olyan... 15. 14, vagy 15. 15 volt, ja. Mikor megérkeztünk. 25 számára. Egy olyan jó 10... Csak kisztak minket a zöldek. 10... 11? 10 perc itt vagyunk? 10-15 percet úrlán. Max 15, ja. Ezt nem hiszem, hogy az övéké amúgy. Nem veszem be ezt, én se. Hát nem ti voltatok feketébe, nem? Kérdezek, milyen kocsival voltak, milyen színű. Milyen kocsival voltatok? Milyen kavacsóval? De milyen színű? Ez is sötét szürkék színű. Ilyen fehér az óra, azt mondták. Na, akkor az volt. Hát az lesz az akkor. Jajjá. Vagy geci faszi használnak civil geci autókat ilyenkor, hát... Szóval... Kitisztult minden. Revol, vagy ha helyű van a kezedben, revolver. Mondjad? Ez egy Taurus. Hát azt mondom, hogy így is egy... Nem volt az lényeg, hogy a miénk volt. Így van. Lényeg az... Jó van, jó van. Akkor nem fogom. Ja, már jöttünk volna egy zöldeknél, mert valaki tizé koka leveleket ültött. Hallod, hát mi is azon gondolkoztunk, hogy lesz egyik vagy ne, de mondom, megkérdezzük, mert azt tudom, hogy nektek kell szó. Hogy... Ja. Hallod, bolondom, te hogy tudsz revolver ellőni? Csak kérdem, mert nekem nagyon fos. Igen, az a helyzet, hogy még nem lőttem vele. Hát akkor nézzél mekkorát ránc. Igen, tudom. Lőj már egy szarvast, vagy kettőt. Amúgy a kompenzátorra jobb. Ó, van egy négy kompenzátoros revolverem amúgy. Nem látok szarvast, de várjál, lövök fel egyet. Jesus. Dőj be, és akkor jobb. Semmi. Jogi, csak egy kis fegyvert tesz. Célhoz, dőj be, és jobb. Sokkal jobban letartja a pisztolyt, mindegyiket. Hogyan mondod, miket, hogy célhoz? Célzol, ez bedőlsz, ott kontrolizom be. Jaj, kicsit ráfeszülsz. Ja. Kisebbet rúg. Kisebbet rúg, hogyha lősz. Ez a titka mindennek. Azt mondják, hogy a kompenzátorról ilyen felét legalább leveszi, úgyhogy azzal egy picit... Biztos nem. Nem? Biztos nem beszél-e. Mondom, van egy kompenzátoros revolver, most értem, minek amúgy. Nem is használom őket. Hát... Az a baj, hogy... Az a baj, hogy én is a helyhez vagyok, az akkor az a török darálni, az már nagyon sokat használtam. Fél geci jó napom van, meg akit teleszartam már estére nadrágom. Mivel jó kedven vagyok, akkor mindjárt hozok neked egy, fel nem tudom, találkozunk, azt adok ingyen egy kompenzátoros revolvert, azt akkor nézem, milyen ingyen azt akkor jó, jól van, jól van. Az a több, de az a 650 ezer kevés, ezt is semmi valahogy. 500 alagy így. Egy kompenzátor együtt, de neked ingyen van. Ah, de kedves. Nekem senki nem ad semmit ingyen. Mi kell? Mondjad. Egy-két rúgó. Neked, de ő kell, azt meg nem kap ingyen, tudod. Olyan, mint te. Pénzből most meg vagyok, most nem vagyok zuhanva, most csak 2,5 millió már. Ah, jó, ez a 200.
Az 2,5 millióval több, mint ami nekünk van. Ja? Már kaptak most fizető, úgyhogy van nekik is. Geci, mikor éjjel kinyitjátok, hogy a kamacsót, Geci, ilyen karácsonyfára emlékeztet, mert a lámpája piros, maga az egész, meg ilyen zöld. És akkor ilyen, nem tudom, ilyen karácsonyi színben van, vagy nem tudom. Most már nem látok. Szia Lindu, szia Totti, bocsánat, nem köszöntem. Na jó, van. Na jó, van, mi nem zargatunk, akkor azt nézzétek, akkor nem bántjuk. Kértek ilyen kis izé? Anyuféle csomagot, csonkás szendvicset itt a tatyomban. Na, meg vagyok a jával most, azt hiszem, legalábbis. Elnyitod. Van benne jó sós honka, izé, paradicsom, paprika, minden. Gyukát csináltam? Igen. Picur. Jöttem. Akkor Szotyi meg. Parancsolj. Basz meg! Hát ez igaz. Látom ám, hogy rá vagy álva anyámra. Mondjad? Akarsz egy kis ízét? Van egy osztam. Vagy ugye leszedjük nyilván. Az uh-huh. egyik opció. Vagy feldobjuk. És valamelyik ízére rákenjük, akikkel mondjuk nem szimpatizálunk. Az a baj, szerintem még már nem fognak innen elmenni. És tudják, hogy mi voltunk kint, úgyhogy... És velük nem akarok rosszba lenni, mert tényleg ők hozzák nekünk belekül piszkost. Nem, nem, de miért a ízé pirosok voltak? Igen, ők tették le. De teljesen biztos? Igen, igen, mert megkérdezték, hogy milyen színben voltak kint, és azt a kamacsot mondták, amit láttunk igazából. Tényleg? Ja, az más. Jó, az más úgy. Övék. Igen, igen, mert megkérdezték, hogy mivel voltak kint, és mondták, hogy egy ilyen feketés, fehéres kamacsóval, úgyhogy... Jó, az más. Én azt hittem, hogy tök mások voltak, mert akkor mondtam volna, hogy dobjuk be. Ja, persze, persze. Mint Csali. Küldök egy kordit az egyiknek, Nikizének, és Sutyeráknak. Na, gratulindul. Hajrá, aztán... hajrá az új élet az. Jó, mondjuk úgy is tudták amúgy, mert már szerintem leinfózták egymásnak, hogy mi van. Hát biztos. Ha nem szóval az övék, ez... akkor is mindegy, lényegtelen az övék. Jaj, jaj. Igen. Jó, csak érted. Szóval az önőbe, nem az övéké volt, akkor most már az övéké. Ezt tudod, hogy kibasztál el a fogyatékos Sutyi. Nem. Ciao, ciao. Jó van. Csapat mehetünk is. Megyünk mi is. Palettóba megyünk fel szerintem most. Szétnézzünk utána vissza a városba. Igazából ilyen krúzolgatós este van. Jó, akkor születek, hogyha városba vettek a szalakere volvert. Oké, oké. Pacsi, pacsi. Mindjárt jöhettek. Elmegy a kocsi is. Jövök ide. Jazz, Highbade és Phoenix, akkor elmegyed, hogy két hely legyen áll a szabadon. Mi? Phoenix itt van mellettem. Mink a kínai... Kín? Na, egy-két legátjuk a kocsiján. Nem vagy az. Oké. Hát meg egy kamacsú fehér izél... alap... fénytorverik. Hű! Ez mi a fasz? Előtted van egy izél. Cserje. A cserje, került ki. Jobbra vagy balra. Ne szarjál, hogy ez így megpont. Ez már megnézt. Kamacsotok, álljanak meg, álljanak meg, milyen kamacsot? Mi a fasz? Most tudjak, hogy intézi az időteket, amit Lunának kellett volna. Az a neved, Ajaka? Alap lámpás kamacsot jött fölfelé. Milyen lámpás? Milyen? Egy alap. Fehér. Merre? Jó, mi mehetünk. A híd irányába jött. Most a bentősöket, ha jól láttam, visszafordultak. Oh. Csak a szememnek a range odaig már nem tudom elősorban. Elmegyek paletóba, pöszéér, jó a hot knife-val. Pozitív. Érkezem majd, a táborban lesznek? Szerintem jajjajja. Ja. Igen, igen. Sajátok, jövök fel, értetek? Aranyszínű kamacsó itt volt a favágó telefon, szerintem vadásznak. Nem, Smiley volt, most hívott engem. Smiley az meg a fallönnök. Jaja. Most hívott, hogy meg vagyunk-e, nincs a baj. Fallentől. Azok miért aggódik a fallent miattunk? Hát ez jó kérdés. Mióta vagyunk velük ilyen jóban?
Ez is jó kérdés. Szerintem mióta találkoztunk velük? Ez az én a bulin. Holott délután még fegyvert fogtak el. Azért a fegyvert rám tartotta. Mikor? Miért engem hívnak? Hát mikor a tweet, tudod, a Twitter izé lájkokat szedegettük, megállítottam, oda szaladtam hozzájuk, azt a csúszit azért a két hátsó tartotta. Mi a fasz? Jó, azért úgy álltunk körbe a gyerekét, hogy álljunk. Jaja. Jó, de kicsit... De most mondjátok, hogy körbeálltátok a gyereket csúnyán. Nem állt körbe. Megijedtek. Dehogy nem. Elövettük, srácok. Egy izével voltunk, nem Szató, a te kocsival megyünk lassan Szentébe. Kettem volt, kettő kocsival voltunk. Hol vagy? Álljunk meg, hogy izéj, utolérjenek. Mix. Hol vagy? Gyertek lassan vissza fel azon az úton, amiken jöttünk, jó? Nézd meg. Zedbivel így beszélve, hogy a húga leszek IC. Ja, leled beszélve, bocsi, nem tudok már beszélni, nem tudok már olvasni se. Igen, azt láttam. Hát oda most én be fogok menni, Geti, az biztos. Megnézed, hányan vannak? Így, ahogy mondod, Geti. Hova? 100% a kurva anyját. Cyberbe? Hova? Kurva Cyberbe. Cyber. Azért nem jöttek, mert már... Az egyik cyberes mondta, hogy a rendőrök kibérelték, csak nem tudtam melyik napra. Lesz ott egy jó, ilyen hát csapat. Akkor nem megyek. Akkor nem megyek. Mennyiből? Nagyot megyünk amúgy. Hajrá, hajrá. Most másfél szendibe tartotok. Ja, mentünk a villába. Látjuk, már jöttek mögöttünk, úgyhogy gyertek itt végig az úton. Hát így még már megvan, oké. Jó, mehetünk. Akkor indulhatunk. Kibaszott feltűnő a fényszóró. Bárki is nyomja. Már majdnem azt hittem tényleg, hogy a action lesz itt. Nagyon sokszor van ilyen action közeli helyzet, aztán semmi nem lesz belőle soha. Mystic Mega level rigító cipővel bazdmeg. Szegény, tudod a lányok milyen érzékenyek a cipőjükre, te meg itt rögtön fikázott neki. De, tesó, de most ne szarjál már, az a kilométerek, hogy hát én lehet tudom, hogy kilométerről látszik, hát nem is láttam. Igen, ez sajnos kurvad nem ellenyős, sőt. Inkább baszottú hátrányos, hogy a Moncsiról látott a közeldi felédől, aki két pár cipő. Ja. És akkor tudod, az egy autó, nem, egy motor, az nem, az. Valaki cipőjében. Az az, fut felé, valaki az meg beszpidezve. Yeah. És mi lesz végül? Milyen csapatnál kötsz ki? Vagy nincs még terve csapat? Gyerünk! Fel a hegyre! Na, ki fog elsőnek karambolozni, tegyék meg tétjeiket! Csak deszink volt szerintem. Na, és mi voltunk azok? Jó, bár ez nem számított olyan nagy volna, csak pitált minket. Szép pipa nővel volt. Aha. Yeah. Be akartam vágni elé, csak nem sikerült. Igen. Kabalava váltak? Nem, kabalava hölgy! Kb. Jobban lő, mint bárki a csapatból. Jó, azért erős túlzás, de nem amúgy. Nem csak kabala. A Mystic az egy nagyon profi hölgyemény. Ezek itt én, nekem lesz egy zónám, ahol Jancsi bácsi nagyon elszakott inni. Mhm.
próbálj akkor folyamatosan beszélni. Azt mondták, hogy kisebb tempóval, ha keresztül még kellett, akkor nincsen gond. Hát előfordulhatom. Hogy az itt van? Aha, nekem itt ne. A régi cuki, ez sokaknak volt régen. Igen, jó. Vagyis az egyik itt. Mostanában personnél nincs. Aha. Ez jó. G-Force. G-Force in action. Jaj. Laggalunk in action. Kuptad meg van még, vagy elvitték már? Shifter bárnál, tudjátok. Kuptad meg van még. Került, akkor is egy... Micsoda, csoda? Akkor az nekem... Kifejt. Igen. Kamacsokat tartsuk tisztán. Ha lehet. Ja, igen. Ne pakoljunk bele semmit. Legtöbbször van megyünk mindenfelé. Elmegyek Vehába, jó? Oké. Hogy van most valami megbeszélni való? Nincsen, igazából. Úgyhogy megyek veled, nekem is kell, mert akkor olyan retkes lett ez a fos. Sziasztok, majd jövök. Kicső. Bár, én is megyek. Léptom, mert egy kicsit valami szép eskendek. Itt nem holnap találkozunk. Ciao, ciao. Sziasztok. Majd jövök vissza. Na, akkor igazából annyit kell tudni, hogy valószínűleg a piros aké volt. Úgyhogy ezért nem szedtük le, meg semmi. Ja. Kicsit fura volt a helyzet, de jó. Na igen, az elején nekem is fura volt. Minden nálatok? Engedjük el. Nincsen semmi. Ja. Nincs mindennyien biztonságosan megérkeztünk. Igazából szerintem náluk ez ismét egy jó pont, hogy szóltunk nekik és nem is szedtük le. Úgyhogy... Utána meg én is érkezem tábor. Csak folyé, hogyha másé, aztán meg medőszedik most le. Az... Most mi úgyis maximum csak eladtuk volna azt a egyet-kettőt, amit ott leszedünk. Ott több nem lett volna, úgyhogy... Hát szerintem lett volna ott, vagy 20-30 darab. De most az is kis pénz, hogyha belegondolsz. Jó pihenést! Nem az kis kinder tojásom, jó pihenést! Ali-ali! Van mehamidia apu! Igen van! Melyik csoki mente? Aha! Csoki mente, jaj! Főni, gyerünk, repülni! Mit? Repülni! Repüljünk. Nézd, fenn a heli. Repüljünk már egyet. Mehetünk. Na, oké. Na, ki jön még repülni? Ej. Na, utolsó önkéntes. Szerintem már repülök. A kucsat hozzá? Remélem. Persze, hogy van. Várjatok, megyek én. Na, én kérdés, sziasztok. Csáó, csáó. Azt hittem úgy. Csáó, csáó, jó pianist. Na, jöntek is? Jöntek is, jó. Vigyázz a rotorra, baszod! Nem tudom, hogy legyen. Tegyétek rosszak. Hát nem ültél át, bazd meg. Mind mindig. Aztán mindig csak eredeti. Hát akkor... Jéhéj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 
erre, te vagy csak? Pozitív, most álltunk fel. Az jó, hogy ide jön kuplunk a táborhoz, meg eljövök Halibe. Az is. Majd még egyszer? Kivel vagy a kopterben? Szatóval, Tökivel, meg Szotyival. Megkérdezték, hogy repüljünk már egyet. Főnöki utasítás volt, csak mondom. Ne fogban rám, nem én voltam. Beszállál. Oké, oké. Holnap még nagyon korán érkezik a városba. Én most meditálok egy két perc, és mindjárt lesz. Aztán megyek villába, szívgyót szedjel. Oké, oké. Nincs jobb. Aztán szerintem, nem tudom, akarunk foglalkozni egyáltalán ilyen vegyszer ültetvényre? Hát, korán délelőtt, amikor még a rendőrök alszanak, szerintem megpróbálhatnánk. A kulcs sincsenek ott is zavartalanul. Ne, azért kérdezem, hogy megéri nekünk, vagy nem éri nekünk? Figyelj, ha teljes, mondjuk ide menjünk a 100%-osra, és itt, bár maximálisan le tudjuk szedni ezt a hármat, akkor ugyanik, hogy 70 csurint per darabárba kerül nekünk a... Hát, ennyiértek van? Nincs. Ha lezuhanunk, akkor meghalunk. Nem foglalkozunk ilyen dolgokkal. Aki ilyen egget-rengető összeget fog kérni érte.
De amúgy nem sokáson bezuhanni. Nekünk nem éri megvenni vegyszert. Nekünk vagy éri termeszteni, vagy inkább hagyjuk. Hát úgy éri megvenni, hogyha mondjuk olyan... 200 év lapon megveszem. 250, max 3. De 3 az már szerintem olyan, hogy el. Itt ahogy látom semmi. Mindenkinek kéne vegyszer. Nem is nagyon ilyen kicsenki vegyszer. De hogy nem? De ugye ilyen magasságból látjuk. De ezeket kaprunk. Simán látnánk, hogyha már itt lenne. Mondjuk elég szar állapot volt. Nem mondom, neked múltkor itt voltam reggel. És főtem. Kijöttünk helikopterre. Na mindegy, higgyük el, hogy... itt volt egy srác. Akkor fejezte be. És volt egy másik srác, meg akkor kezdte el. Akkor még kijött. Reggel 9 után, fél 10 körül. Hát igen, akkor megéri. Gyors fordulás? Szerintem nekünk nagyon jövő kinevetlek, nem zuhanok le. Csak én neki menni, mert oda le tudsz rakni kegyetlen mennyiségű. Igen, de a rendőrség tudja, hogy bármikor lehetnek. De reggel, ki a faszom van a pötték? Nem használ, ha jövök vissza, mert vagy végül is az javos. Olyan hülyék, mi az lehet, hogy lesz, de rendben. Ne fogjatok már össze ellenem. Hát milyen chat vagy Peti? Oda le lehet tenni egy 200 darabot. Inkább sírásatok, meg kell ezuhanok. A bár az meg 4 órásat, meg sokat kell szopni velem, bazdmeg. Jaj, jaj. Az úgy kéne, hogy akkor reggel 6-kor elkezdeni, aztán reggel 10-re befejezni. Vagy úgy csinálni, hogy váltásba. Én mondjuk fönn szoktam lenni elég sokáig. Na hát akkor 5 óráig legyél fönn, bazd meg, addigra rakjál le. Én érkezek, mire locsolni kell, fél 7-kor. Hát figyelj, most lerakjuk, és küldünk be Estének egy korit, hogy locsold meg, mikor hajnali 2-kor jössz. Viszont 2-kor jön? Tudom. Fogalmam sincs. És izé. Hát mondtam, miért csinálhatunk, hogy így aki tud reggel jön lerakja, és aki tud délután jön megöntözi. Épp ezt beszélgettük mi múltkor Bestiával, hogy kéne valami rendszer, csak akkor még nem volt az, hogy háromat fog baszni egy. Akkor úgy volt, hogy én délutáni váltásban vagyok kamuvilágban, akkor én jövök. Tehát ők fönt vannak hajnal 5-ig, aztán én 5-től folyt. Aha. De most változott ez az egész, aztán ő nekik is elment a kettők, hogy csinálják. De viszont meg muszáj lesz csinálni, mert máskülönben nem haladunk sehova. Hát ja, a pénzünk a semmiből nem lesz. Jajajaj. Az a baj, egyébként még nem fog kijön. Figyelj, Joss, úgyis pont már mondtad, hogy Beltát ki akarod, és ki akarjuk most már lassan szabadítani. Most már megerősödtünk. Akkor tényleg az az, hogy előtte mennünk kéne pár ilyen bankot, hogy kicsit jobban tudod akcióba rázódjunk. Kamion. Érdekes szállítmány. Szerintem menjünk innen. Ja? Fog jönni a rendőr. Akkor belepülök a rendőr felé. Ja, a repülj, hogy lásson a rendőr. Amúgy hallottam, a kamionosok annyira nem vállalják a rendőrök a fuvarokat. De amúgy, hogyha vannak egységek, akkor jönnek. Hát, ha nagyon-nagyon sokan vannak, csak akkor. Nem, figyelj. Múlkor is itt voltak. Nekem a srác ezt mondta. Múlkor is itt voltak. Én délelőttönként járok, ha van két egységük, vagy egy egység, akkor ők kiszokták. Megpróbáljuk elvinni, ha nem, akkor ő csinálja az övét tovább, én meg az egy. De simán kijönnek, meg hogyha van bankrablás is, olyankor is kijönnek, hogyha van neki szabad egységük. Aha. Nem csak az jönni az üldözésbe, hanem ők kijönnek akkor. Hogy? Kinek? Carolnak mondtam a múltkor, azt hiszem, hogy üljön be kamionba. Csak sajnos nem érkezett bankrablás miatt.
Amire meglátta az önetet, már késő volt. Pillanat. Nagyon megy ez a heli, sűvít. Kik söpörnek? Á, vagy ne. Valamint elég gyakran kapnak az emberek. Ja. Felég szállunk, megnézzük izu. Na nem látok semmit. Én sem. Hát az már régebbi volt, csak nem vették fel. Feltehetőleg nem. Fel kell tennem magam töltőre. És azt nézem, hogy még a híd alatt sincs semmi. Szegény nagyon spameli, hogy menjen ki rá a rendőr, de nem fog szerintem. Ledroppolok itt a városba. Te engedett ki a izét? Futóművet vagy? Ő. Magától. Ő. Gézomba, ugye? Yep. Igen, előrébb, nem? Tökélencsű landoláncsú. Meg elaludt. Na, kicsit aludja. Csúszi! Elnézést, közben nem tudtam csetet olvasni, mert lemerült a telefonom. Olyan szuper voltam, hogy hagytam lemerülni. Na szóval. Azaz. 78%-es túlélést a víz felett, igen. Kb. Szia vértes páncél. Igen. Hát nem tudom, a legutóbbi után. Elképzelhető amúgy, mert legutóbb az admin ugyan nagyon brutálisan frusztrált volt. Az... Nem mondom, hogy túl szimpatikus volt. Na, bazdik, már Phoenix is bent van. Ő is bejött. Hol? Hova jutott be? Mi? Te hova akarod, hogy férjük be? Ja, hol van? Hol van Phoenix? Vagy mi van? Bazd meg! Phoenix, elmentek Mehába. Eljöttünk, ugye Mehába bement, és én most itt kint várom, de nem, most nem tudom, hogy most visszaindult, vagy nem, mert volt egy ilyen kis pillanat, amikor meditáltam.
Itt vagyok, meg itt vagyok. Hallod? Jó, csak jó, oké. Csak a szoki akkor. Látod, hogy egyszer meg fog verni. Kicsit elaludtál állva. Tuti, tuti. Hát tuti, hogy agyon fog ütni. Agyon nem, de... Na, agyon. Mert lehet, hogy a race goes, nem tudom. Mi ez a Toyota, nem vágjátok? Hmm. A Hilux. Igen, véletes páncél, az benne lehet a pakliba. Már a második hete ilyen. Én nem ismerem annyira. Így nem kérdezősködtem. Ah, vágesz. Figyelj, én... Nekem kicsit olyan csúszósnak tűnik. A Nissan, az talán csúszós is. Az, igen. Senkinek. Piroskák csúszi-csúszi. Piroskák közül van valakinek. Titánja van. Ezért kérjük el tőle. Bruce-nak van, meg azt nem talán Zsepinek. Nem. Viszont én abból a... Titán? Igen. Én mikor utoljára vezetem, az kurva jó kocsi. Nem tudom, gondolkodok a Mercedesen, a 6x6-on. Gondolkodok a Hiluxon, a Toyotán. Meg ugye a Titánon. De a Titánt azért nem akarom, hogy egyszer át kiförgetjük. Igen, a Titán az amiatt necces. A 6x6 az szerintem nem egy jó kocsi semmilyen szempontból. Srácok, esély annak, hogy kipörgessük, kecik. Hát figyelj, valakinek van, valakinek nincs, mint nekem például. Ja, nekem sincs. Én tudod, mikor pörgetném ki, hogyha még 600 évet élnék, és ugyanitt lennék ebben a városban. Én a karácsonyi kurumával voltam szerencsés, én azt se pörgettem ki, pedig rengeteget jártam. Én ahogy bejött rögtön elsőnek. Nekem Phoenix adta ide a második. Hallod, én nekem soha nem lett volna karácsonyi kurumám, hogyha a palitól nem kapom meg kávé. Az szép. Én képölgettem, de kurva sokadikra. Tényleg elsőre, szóval no point. Én megismerek olyat, aki hármat is pörgetett. Én egyet sem. A kurva szája. Hát én is ismerek. Én is ismerek olyat, akinek vagy négy is volt, vagy öt. Jó, már mondjuk akkor, mikor izé, igen, mikor már ugye így mindenhol lehetett fát találni, meg amikor jöttek itt a PUBG-s ernyők lefelé. Airdroppok, azaz. Ja. Ez azért nem volt valami jó. Én örültem volna, ha nem. Hát... Én értem, hogyha nőgy, de akkor sem másokon kéne a nőgyét kitölteni. Most ilyet fogok csak mondani. A hónapra nullázódik. Én csak álmodok a kurumáról. Én is csak álmodtam róla, de ugye utána már leszartam. Nullázódni fog? Hát nem tudom. Nagyon remélem, hogy nem, mert holnap az utolsó napom másodszor. Szóval... Én tényleg megértem az ilyen dolgokat, hogy valaki éppen... Minden hónap elején szokták frissíteni. Hát a hónap már elkezdett. Úgy jár, de hogyha így szézni össze, akkor ezt a dolgot azért ki kéne zárnod. És szerintem ez... Hogyha nem tudod kizárni, akkor nem kéne feljönnöd. És ez... Azért a véleményem, mert amiket rám is mondott, és gyakorlatilag semmi nem volt belőle igaz az. Úgyhogy én sosem mondtam rá egy büdös rossz szót se, sőt én bírtam eddig Alexis, de ezek után én is úgy viszonyulok hozzá, ahogy én akkor azon az ügyen hozzám viszonyult. Igen, igen, pont ez az, hogy olyan ideg állapotban azt mondom, hogy akkor inkább pihenek egy hetet, mint hogy feljöjjek és mindenkire mondjak hitfát, mert szerintem az nem állapot. Én azt hittem, hogy tudod, a bitcoin vásárlás effektív, tudod, ott írta, hogy mennyi. Aztán azt nem ugyanúgy számolta, ahogy én. Ja. Picivel több lett. Picivel? 35 ezer. Picivel azért majdnem a duplája, de mindig. Hát... Lehet, hogy több is, mint a duplája. De hát 40 ezer bitcoin a heli. Hát igen, ja. És olyan 93.500 lett helyett. Azt a kurva helyett! Ja, a faszom, mit csináltad? Azt a b... Hát, másképp számoltam, mint ők. Hallod, bazzeg, van egy izé... Te hülye vagy, kriptofarmja van, bazd meg. Igen. Engedd el, én elengedtem. Nem tiszta fejben, bazd. Benyomtál néhány 30-80 Ti-t, mi aztán jártad itt a bitcoinot. Ne, igen. Pusztán olyan logikán vagyok, hogy amilyen az adjisten, olyan a fogadjisten. Úgyhogy ezek után nyilván én is úgy viszonyulok hozzá. 40 ezer volt a heli.
Mire basztál, bazd meg még 20 000-et? Hát vettem a Jaguart. Ja, tényleg azt megvettem. A pörgettem a... ugye egy párat. Mondjuk elsőre kijött a Corvette, de még utána pörgettem egy párat. Ja, meg most pörgettem még vagy 5000-ért, de abból nem jött most semmi. Igen, bazd meg. Azt mondja, elsőre bazd meg. Az ilyenek, te falra válszak az első... Sose mondd azt elsőre, mondd azt, hogy 500-adjára lett meg, és akkor boldogabb lesz. Hárma pörgettem, azt tudod, hogy volt? Kocsi 500 000. Kocsi 500 000, meg csúzli talán? Tehát igazából a Corvette az full ingyen volt, mert feltuningoltam. Ingyen. Ennyi a picsába most, komolyan. De most akkor ne beszéljünk már. Nem kérdeztem meg amúgy. Semmi ilyenről, mikor csak itt tegnap a havi sorozatban kipörgettem. Andó, én bejövök! Igen. És semmi se nem se pörgetek, soha se nem se. Oké. De most de. Betologassatok mán! De hogy ne. Na, üljünk már le! Köszönhetős se. Jajajajaj. But, mit? Nem, hát így Phoenixnek mondom. Phoenix kíváncsi. Ez nem a Mihelink. Valaki kopterre jön. Na, mitől kaptál szívrealmat, Ghost? Lágott a só. Nem, csak mennek, látom. Itt vannak fölöttünk. Mennek és jönnek, érted? Piros. Ja, lehet nekem már mondta, hogy hogy hívják, hogyha városban vagyok, akkor hívjam fel, add nekem egy revót. De? Kicsoda? Bookfence. Bookfence. Mert ugye próbálgattuk a, milyen a, izé, a kompenzátoros revó, azt mondta, hogy kurva szar, szerintem így is nagy ott ránt, azt mondta nekem, hogy hívjam fel, majd ad egyet. Csak úgy. Mondom, jó van. Ez kemény. Ja, igen. Na hát akkor meghoztak nagy valószínűséggel. Kik dark chatednek? Nem tudom. Mi? Nektek jel ez a dark chat? Benge. A pöttyeg, jó vagyok. Te voltál? Én nem. Na, én vagyok a holló. Te vagy? Igen. Ez nem, ez piknik lesz? De ezt még akkor küldtem el, amikor mentünk a izével fele. Mi vagyunk fele. Jaj. Akkor Sandybe mentünk befele. Mi a fasz van? Most még pittyent. A pirosakkal pittyentünk mi? Ja, mennyi a pittyenje fel? Na cső, bizú! Hello, hello. Lehet lesz majd valami 10-3-ba errefele. Igen? Hogy hogy? Ne. Hát kaptuk olyan infót, hogy a világba akarnának támadni minket. Ó, mi a fene? De jó. Kíváncsi vagyok, hogy hogy akarnak betámadni, mikor hármat láttam a városban. Hát igen, én is úgy tudom, hogy nincs erre túl sokan jelenleg. Ja. Ez érdekes information. Jó, csöcső. Ja. Mindegy. Vagy valakivel szövetkeztek most. A Jöcire látta, vagy a fehérekkel járt. Kavarrával? Azt kétlem, hogy ők bármi ilyenben benne lennének, de majd meglátjuk. Szerintem tudnék róla, de passz. Még nem tudom, annyira alapozott, csak hogy a gymben együtt voltak ott a lidák meg a fehérek. Aha. Hát ott mi is voltunk nem olyan rég. Támadt egy kis probléma a Vagosszal. Igen. Aha. El akartak menni egy ékszerre, és pont egy... kamarának az egyik emberét kezdték el elvinni, és hát a kamarának ez nyilván nem tetszett, éppen valami más dolguk volt, úgyhogy megállították a srácot, hárman fegyvert tartottak rá, de hát ő akkor is kiugrott a kocsiba és elkezdett lövöldözni, úgyhogy hát eltették lábalól. Aztán jött egy másik vagosztos egy kocsival, és hát megfenyegette őket, én meg ugye nem ismertem fel, úgyhogy mondtam, hogy barátaimat fenyegeted, akkor minket is fenyegetsz, úgyhogy mellettük állunk, úgyhogy minket is megfenyegetett is szép szóval. Pillanat, beszélek pont a zöldekkel. Úgyhogy gyakorlatilag két családot is megfenyegetett a vagosz, de azóta letárgyaltuk, meg letisztáztuk. Na, jó, akkor. Jó, ez megyünk is, aztán pásztán a levegőt már. Kíváncsi, hogy mi lesz itt. Jól van, jól van. Bármi, akkor megszólaltok. Jó van, oké. Úgyis Dark Chat-en írtunk, hogy így van, vagyok. Így van, így van. Jó van. Na. Jó van, pacsi. Ciao. Ti is. Na.
Van itt minden is. Na, azért voltak itt, mert kaptak egy olyan információt, hogy betámadják őket a lilák, úgyhogy ha csattogás lesz a közelben, akkor... Kik? A lilák. A lilák jönnek. De egyetem vannak? Hát, vannak páron. Ez olyan, mint mikor a vagoz fenyegetőzik négy emberrel, hogy ők most hadjárat indítanak. Hat emberrel. Bocs. Jó, na, ne nézzük be senkiket, ki tudja, hogy mi van a háttérben. Mondja. Lehet egyszer megjelenek 20 emberrel. Hát, lehet. Nekem itt mondtam előbb, hogy ez mikor fekete ruhás, az adta meg a számát, hogy fekete ruhás. Vettem le egy palettet. Aha. Ugye, amit mondtam, fönt a hegyen. Az durva. Ezeket lejtetted volna? Benji Ramaszúr. Pörrejtett tegnap egy sportautót, mazzal villagott. Valami feltuningolt őslakos autó. Egy AMG Mercedes hasonlít leginkább. Igen. Te fekete ruhásokkal. Csak nem is impostor vagy ki az. Durva. Nem tudom, hogy ki az. Ja, azt mondaná egy impostor is. Persze. Ha én impostor lennék, én is azt mondanám. Én hogy is. Nem tudom mi hogy ez az. Az. Milyen szép csillagos az ég amúgy. Igen. Nem is. De egy impostor terelni is szokott. Az igaz. Párányokat? Tagad. Te majd mit csinálsz? Párány felhelyik. Nézem a csillagokat. Képzelem, milyen csillagokat látsz te. A feje körül lát mindjárt csillagok. Azaz, lesznek mindjárt csillagok. Az univerzumot is megjelenik a csőrike is bennek. Imádom ezt a két hülyét. Inkább elfekszek. Te is ezt kérdezem. Na várjatok, én félre még, mert hogy ez de most lesz. Most miért mindig engem? Az én kapom. Főnixet ott van. Áll. De se már a jobbá létszik. Szerintem te is állsz. Ugye, azért még nő nem ütött meg férfit, mert hát... Az biztos. Azaz. Na jó. Hát te most már nem állsz. Honnan tudod? Nem ugye feküdni fog. Mondjuk jogos, lehet, hogy csak akkor, hogy nem látszik. Nem. Én inkább így megyek. Jó mondom. Az a biztos. Félek, hogy engem. És mit fogtak kezedbe? Úgy nem bántasz. Sem. Mi van, eszedbe jutott a lepke szárnya? Így a picúra szoktál, mi a réten feküdni? Azaz. Kupdunk! Az Isten baszont te helyen! Rátapítottál akkor a lényegre. Azaz. Ideges, akkor lehet hallani, mit beszél. Pillanat. Mindig basszuk fel! Oké. Meg elkezdett. Elszülje! Elszülje! Nem kell ezt szégyelni, Szotyi. Most szerelmes vagy szerelmes egy ember? Nem szerelmes, csak szereti a pillangókat. Azt hittem más P-betűvel kezdődőt akarsz mondani. Én is azt akartam majd. Megmaradt még a izém, megmaradt még a egg. Zöld a csúzni. Ha a füzom úszott volna. Hú, bazd meg, az durva. Napra. Mi van? Megint akkor még jó, hogy nem. Tessék. Megint hagyj bácsi. Nem buktad. Azt mondtad, szereted. Cukros bácsi. Ja. Na, gyere ide. Szató, menjünk már a Mirror Parkba, át kell festetni a Júliámat. Jó. Mivel? Egyet ott. Hát egy zöldre. De mivel menjünk? Ott a mocim. Jó. Mindjárt jövünk, jó? Oké. Okay. Na, én is itt egy kicsit driftelgetek. Ezen tesz piszurpóznak fogjuk hívni. Dehogy. Azt hiszed, más nem fekszik ilyen pózba a csajával a fibe, mi? Fiú, már van itt távirányítónk? Vagy nincs hát esetleg nálatok egy távirányítónk? Hát a raktárban nézd meg. A raktárban, ha van elfekvő, de szerintem nincs. Nem hiszem, hogy lenne. Na, itt vagyok közben, bocsi. Baseball szitőkkel jöttök rám egy 40 kilós nőre? Azaz. Na. Én hozzá képes milyen számom van, tesó. Mi? Hozzád képest. Tudod, a napi fejszám. Hát, igen, korán itt voltam.
Remélem, holnap vagy holnap után nagyon sokan leszünk, és csinálunk egy képet még a Freddy logó alatt, egy full csapatképet, az is jó lenne. Na. Meg holnap, amiket terveztünk, azokat beiktatjuk. Na, levisszem a múlóra, akkor lesz. Kipittyeg. What? What, what? Kit kell leköszönöm? Mi van? Felcsendült Mystic neve. Én nem hallottam semmit a rádióm. Van egy mondat, hogy ott van, folyosan le kell vetőztetni. Én sem hallottam, ezt nem hallottam, baszod. Nem tudom. Ezt én sem hallottam. Ja, fasz. Én csak két chipet hallottam. Én is. Érdekes, én pedig hallottam. Na mindig. Ja, elő feldül. Na egy tippem, hogy kiadtam a számot. Na. Van egy srác, ki a jobb oljog. Davis Hendricknek hív. Akkor csak fekete ilyen gatyával lenni. Interesting, és csak úgy megadja másnak a számod valakinek random. De azt sem értem, hogy miért a te számodat kérték egy bármitől is. És bízzel a feketékkel, vagy micsoda? Nem, lilák, fekete ruhás volt a srác, és ő neki van fekete ruhája. Ilyen fekete gatyája, úgy mondjuk. De a lilák hívta. Lilák. Most valahogy nem áll össze a kép a fejembe. De szerintem én megyek lassan. Jajjajja. Just, ha beszélsz, akkor még mindig nem hallunk. Nem beszélsz, szerintem. De hogy nem beszélek? Nem merítem. Végig dumálok amúgy. Ja, bazd meg. Ebből szokott őt kimeditálni az út közepén. Igen. Na, szóval azt mondtam, hogy... Most se hallunk, nem a... Most komoly. Nem hallunk, nem hallunk. Miért kell kétszer? Majd szólok, ha hallani fogunk. Halló? Most már sem nem futott? Na. Na végre. Most már nem mondom el harmadjára, amit akartam. Majd akkor sose tudjuk meg. Azaz. Nem tudjuk, mert nem hallottuk. Dragonból következő fejezetéből kiderül. Világból egy ember kiteszedett. Hát azért nem mindig. Azért tényleg most sokan ott hagyták őket is. Bazzik, annyian vagyunk, tényleg lehetne menni egy pontot. Ja. Hát én már hamarosan megyek. Én is megyek, amit megütöttem, hogy mondtam, hogy az sem. Holnap fél ötkor nagyon fog fájni. Az biztos. Hát évre gondolok. Nem, akkor kelek a melóba. Most van meló. Most van meló? Mm-hmm. Most melózol? Aha. Nem látod, hogy melózik? Milyen mi szorgos? Igen, ilyen meló kell nekem is. Hát figyelj. Mondjuk a múlt szolgálatban nem nagyon volt kedvem feljönni. Igen ez. Leégettük fél Pest megyét kb. Ha azt nézted hektárba. Fú. Ez kegyetlen. Jó késő van most már. Ja, azt akartam, hogy szerintem most már legyen egy szabad foglalkozás, mert úgysem csinálunk semmit. Ja. Persze, persze. Jó volt ez a kis krúzolgatás, ilyet többször kéne csinálnunk amúgy. Ja. Főleg, hogy meg... Valakit amúgy tényleg kuppoljunk meg. Azaz. Most már. Szóval az kéne. Hát akkor honnan folytatjuk? Hát én nagyon szívesen, hogy most is mennék. Fuck. Nem, most már én még elvárosból lassak. Fuck, közben én láttam, hogy vannak itt olyanok is, akiknek nem kéne használják. Íj, a nagy temetés. Mit akarok mondani, hogy holnap egy korán jövök aztán. Adsz újabb.
dolog. Én is megpróbálok, aztán beülök gyártani. Menj az idő, éjfél. Én nem ígérem, hogy toppal leszek. Sandy safe. Most van Sandy safe. Most van Sandy safe. Nem tudom, hogy van-e Sandy safe. Megnézhetjük még. Én még megné... Ott a Helios-t hadd szóljon. Na, csapassuk. De az csak 4. Hát az 4 fős, jaj. Az is elég éppen amúgy. Na, azt adjátok. Hát figyelj, mindenki jön, mert akkor csapassuk. Na, én nem megyek, én lépek, én repcsizem. Ja, kipróbálom a revolt. Milyen tűzharcban. A pályán, ti meg csak a helivel. Fogy a piám. Bennem kell lesz még egy helit, bazd meg. Baffa meg. Ne. Csak egy van. Ne. Kettő van. Kettő van. Jó van, de izitán te nem nagyon van. Hát igen, sajnos most éppenség a lengyel nincs, de figyelj, az a szokott. Már csak 5000 bitcoin kell hozzá, még egy heli, az tehát igazából. Ó, Jézusom. Ne legyél már hülye. Azzal, hogy kinézem belőle, az hogy valahogy megjelenik két helivel itt. Az biztos. Az elsőt is mondtam, hogy ne vegye meg. Hát ez hülye. Jó, jó ott tudod, mondtam, elkezdte. Hogy voltak kisebb matek számolás hibák. Látszik, hogy nem vagy matek zsen. Látszik, hogy nem vagy matek zsen. Na jó van. Na, csapassuk! Nem olyan egyszerű, majd meglátjátok, hogy a fotók ti is dönteni. Hallod? Én csináltam egy jó perszor, én nekem nem volt semmilyen gond. Jó, mert ugye butana. Jó, na, induljunk. Tudtam, szerintem. Hogy két kocsit akartam, az 30 ezer, akkor úgy vettem. Na. Kocsi, jó, akkor... Mellém három ember, plusz akkor kocsi valaki akar. Én megyek helikopterre. Ajaj! Jövök le, lehet vagyok. Menjél. Megyek, akkor megyek. Hát a mamutodra mekkora tránt az helikopterből. Uhú. Azaz. Majdnem polimerizálódtunk amúgy. Csoda? Majdnem polimerizálódtunk. Ja. Gyere, akkor haladjál, mert akkor komolyan, akkor a dinolövelős helikopterből. Azaz, az milyen lehet? A heavy passzott rend. Sok sikeres, adtok is, jó így. Oké, jobb jelenés, töké, csáu, csáu. Megyek, lemegyünk előre, ellenőrizzük. Én is lépek, srácok, szóval sziasztok. Csáu, csáu, jobb jelenést. Töltsük el már egy kicsit 10 éve az időt, bazd meg. Megnézzük bár, hogy van-e. Nem is tudom, azt mondom, kuplunggal voltunk egyszer, hogy minden 4-es sikerült elhoznunk. Az úgy nice catch lehetett. Ja, csak nem sokat adtak. Durván a 4-ből szereztünk ki a 200 valahány ezért. Hoztatok hegesztőt? Pozitív, kettőt is. Jó. Nálam is van. Hé, honnan a faszomból van hegesztő? Hát, nem akartam honnan. Kicsit szélre tettem rá, melyek. Várjatok. Így már jó.
tudjátok, a rádiót lehet hagyjan valahogyan off-on? Mármint? Hát, hogy ne szólaljon meg egy folytában. Ha én vizgál, mit tudom én, telefon irányít. Fogalmam sincs, én nem úgy használom szerintem. Ja. Jaj! Szokatlan, a kis tárral. Jó gyerekek, offos, még 2,5 óra hossza van rajta. Ó, szép. Hogy basszájb. Megnézzük a jaktot? Megnézhetjük. Megyek fel. Ti meg akár kimentek délire megnézni. Szendinél már lebasszál. Ja, na szép. Az gyors volt. Misztik fogja a sebb váltót. Ez az. Jaj. Állod még a kocsi is azt mondja, hogy ennek... Jól van, gósz, ciao ciao, jó pihenést. Remélem, még időben reagáltam és itt voltál. Jó, sok ideig tart ide felemelkedni. Tegnap geci álltam a izébe, a publikba, csak itt egy helikopter neki baszolott az oszlopnak, leesett és szétrobbant. Ja, te mostanában ilyen nagy publing gang lettél. Na, ja, esténként ott szoktam. Beszélni az ilyen Iggyvel, meg Jeffyvel, és akkor meg a Bookfancy. Mit idés susmorogtok amúgy? Miről beszél? Csukok. Na megtaláljuk a helit, vagy a jaktot, vagy nem. Itt van alattunk. Én nem tudom, bazzag, én nekem állandóan köd van. Igen, most nincs pedig annyira. Kérdés az, hogy ide Zorránál le tudom hogy tenni. Hogy álltok? Itt vagyok a parton. Zorránál nem, a izéné tudod. Ugye oda, hova mutkör a helé leszállók. Nem, mert emlékszem, hogy ott volt a helénk és letették ide a izék. De az a tetején volt, a legtetején. Itt erre a fehér. Ide erre a fehérre, ja. Ide simán ráteszem. De amúgy ide is letenni? Hát nem biztos. Ez ne, azért nemcesed. Ez az elég necces. Tették le, vagy egy elején? Ide. Ja, király. Easy peasy. In action. Na? Ah, ezt is vitték. Passzom. 8814. Vitték ezt is. Rendben. Kurva anyukat a passzom.
Hátul tudtok jönni, visszafel. Érted? Mondj még egyszer. Meg kellett jönni kocsit mosni, mert nem tetszett a főnök asszonynak, bazd meg. Egy szucsok van, érted? Hagyjad, mádik a rossz BF 400-on, az alatt csak két kerék van. Ez hülye. Ciao, ciao, Ghost. Jó éjszakát. Nagy feneköd van. Vinni az összes szépet, ott mindegyik el van végig. Az az. Kell ott, itt voltál végig? Visszettek. Ja? Hol Isten be volt? Mindenki beült? Aha. Jó, itt hittem, akkor azt hittem, hátik voltatok, de a közök szerintem. Akik? A vízések? Kamogások? Aha, jó. Mi jegyetek meg, én fogok lőni egyet. Igen. Kamogra meg a válasz. Értem. Na jó, köszépen. Ali. Érdekes. Mi történt? Ott megy lent a kupluk. Én most kipróbáltam. Hívj, az meg tankolnunk kell. Úgy lősz helikopterből, hogy tudod a belsőből, akkor nem ránt akkorát. Uh-huh. Másképp lősz. Tehát ha a külső. Na, most lövök ennyi. Nagyobbat, sokkal jött rám. EK, ház, szed. Az mi? Mi az EKHSS? Hol, mi hol? Ezt már nem kell látni. Nem találom, hol kell tankolni. Mágia való, terve. Csak vaksi vagyok és nem látom azt a sárga szart, hogy ott van, jól van. Látom, já, most már látom. Most már nem alattunk, de já. A Gamora vitte el? A izéket? A széfeket? Aha. Na mennyire van közel, nem eléggé, várjatok? Mennyi még közelebb, jócske. Majdnem, hogy az óra legyen ott a útnál. Úgy majd van. Megtankizom. Nem, nem, neked ne kannát adjál. Úgy. És mit mondtak a világról? Hát, hogy a... na, hogy a kamorások meg a lilák együtt mozognak, loptak rendőrautókat, meg motrokat, azt abban grúzzonak a városba. Mi a csöcs? Mióta vannak ezek ennyire jóban? Nem tudom, de a pirosok is ezt mondták. Hogy együtt látták őket mozogni, és attól félnek, hogy együtt fogják őket betámadni. Van bármi a pokra? A pirosak és a ballak között van valami feszkó, de azon kívül nem hiszem. Ja, mondjuk igen, a széfek miatt volt megint van. Basszat. De... Szotyi, mit kérdezte az előbb? Mi, micsoda? Ja, semmi. Ez csak kérdezte valamit, valami el kell, faszom tudja micsoda. Igen, de az nem is, hogy látnom kell. De ezt látogatta. Itt a... az ítéléseket láttam. Hol vagyunk? Ja? De azt tudod, micsoda? Nem. Tankoltunk. A emberölési kísérlet hivatali személlyel. Ja, nem esett le, hogy mi az. Majd még egyszer, bocsi. Mert most úgy kös az autó. Megyünk, lemossuk, mert nem tetszik a főnek neki. Oké.
kamera, akkor a kurva jó egyébként. Mhm. Jó, jó, csak könnyen be lehet hatolni. Igen. Ha jól látsz, be van bácsi, aki megtankol. Igen, ezt nem is tudtam. Micsoda new information, köszönöm. Csak egy bejárató. Na, megnézzük itt mennyi a timer. Megnézhetjük. Mi a fész a liláktal? Ott megy egy csónak éppen. Jó, akkor hagyjuk. Azért megnéztem. A megy is el. Ott megy jetskivel. Az a baj, hogy egyszerre le van sötétítve ennek a kicseszett szarnak az első üveg, aztán nem lát. Csak bejött a láng. Ketten ülnek rajta, jól látom, de nem látok kolort. Kettem, egy filmesztem, meg egy fekete ruhás. Uh-huh. Jól láttam. Hát mondjuk fekete, nem akarjuk kilőni a gecibe, így elébb. Nincs rá semmi a konkrét rájuk lőjünk. Méne alapon nem lehet. Nem lehet. Tudom. Elvitték az épet. Biztos, hogy elvitték. Vagy nem bírták elvinni, azt azért mentek el. Márhogy még... nem innen mentek, vagy nem tudom pont, mint ne, ide jöttek volna. Ne, innen mentek el. Ez egy kicsit közelebb volt, mint terveztem. Már kúr, a fényt figyeltem, alattunk. Az majdnem, majdnem fagyos lett. Szerencsére ez még nem számít túl sokat. Most hitték, ja. De, azért mondtam, hogy ők hitték-e. Végül is akkor rájuk lehetünk volna, na mindegy. Ja, értem. Értem. Ezt ebbi is beszoptuk és visszafele. Jújj! Áll! Jó, mindjárt felborultam. De balfasz vagyok ma. Minden elviselesek. Még csak a déli van, az ennyi. Ja. Azt már fixen vitték, de azért megnézhetjük. Ja. Na, várjál. Úgy. Jelölsz egyet, az pontosan egy légbúda, nem tudom. Hát az valahol ott van, de... Na, nagyjából. Láttam már a zsarutna sokszor. Ah, jó, vagy jó info. Nem tudom, pontosan hol. Veszem már, akkor csak nyugi. Hát mindegy, na. Hozzávetőleg is az útvonal nem volt rossz. Megvessük a délit is. Rendben, rendben, rendben. Autóval a fejbe nem tudnak oda menni. Mit mond az én meg pont úgy ismerem. Én nem. Mert tudom, hogy pontosan, hogy hol van, megnézem, de autóval... Valahogy mindig rossz fejjel fordulok.
pontosan kurva szar helyet jelölték be, amit csak mondom. Azt nézem én is, hogy az itt valahogy nem stimmel. Elől, elől. Jó helyen vagyunk, csak elől. Te meg a hátulját jelölted be teljesen. Jó, félre. Aha. Félre ment. Igen. Félre ment, félre ment. Amúgy mi lenne, ha egy helikopterrel mennénk ki raktárhoz? Ó, vicces lenne. Tényleg, Gex? Semmit nem tudnak volna kezdeni. Mert ja, kiven... Ízta, hogy kijövünk, kidarálnak a gecit a benni. Oda, ahhoz ott nélkül lenne. Várja, hogy nézem meg én. Basszák meg a... is most vitték akkor. Tudtam, hogy dolcsónakos volt, ez is amúgy. Csók! Ali! Köcse. Mi a helyzet? Hát csak megnéztük, hogy van-e szép, de ahogy látom, akkor már tervezik. Nézs, 11 ezres. Hát akkor ide sűr. Jajaja, egyik sincs, most néztük végig mindet. Jó van, jó van. Úgyhogy ez most passz. Na, mindegy azért. Ez van. Jajaja. Majd... Jó van, jó van. Majd legközelebb. Ciao, ciao, sziasztok! Nem ezek voltak a dél? Nem. Hiszen. Aztán ki tudja. Ilyen gyorsan kocsira váltottak volna. Megyünk vissza tábor. Ez sincs. Belevő, merre vagyunk? Ez nem történt meg, jó? Kicsit nem történt. Nem történt. De. Na, csak pici szikla volt, hát, na. Hát mindent elvittek előlünk ezek a rossz fiúk. De kapcsolom ugye a rossz fiúk. De bassz meg amúgy mikor... mindegy. Az baj, hogy nem jegyezzük fel, hogy mikor visszük el. És feljegyezzük, de... Az igen. Hát de annyira nem tudnák hozni. Hogyha nem tudják, hogy azzal rablunk, akkor igazából... Nincs nagy problém. Habár most már így a hegesztőnek nincs is más értelme, csak ennek. Japp, konkrétan. Bér a izének szegényeknek a laptop. De várjál, amúgy van egy ötletem. Ja. Amúgy tényleg. De hát az még a raktár. Nemzetire a raktára kell, ja. Nemzetire is kell? Kell laptopja? Nem, már nem azt mondták, hogy már nem kell. De nemzetire? Nemzetire még kell, a kisbankosra nem kell. Tudjátok mi a baj? Na?
hogy nem lehet használni ezért arra, hogy mondjuk faggatásnál a hegesztővel kicsit megpörköld az illetőt. Nem mondod. Baszd meg, milyen beteg vagy, esküszöm. Egyszer valakivel úgy leszünk és elkapjuk, akkor te fogod kínozni, esküszöm. Az kurva élet. És mi is fogjuk nézni. És amúgy hallod, a cipőd az már mínusz 2-ről indul a kínzás, tehát csak mondom, mert az kegyetlen. Tudod mit, várjál? Akkor ott a jobbat. Misztika, cseréld már le, légy szíves, kérlek szépen. Most hozz valami olyan szettet, hogy sírás. Bazd meg, az 3 kilométerű kiszedett. Nagyon rossz az a cipő. Igen, sajnos az nagyon nagy hátrány. Nem tudom, sokan hordták ezt a cipőt. Hát kocka dolgozóként. Jó, hát még... hulla vagy a postán. Ide. Ó, piros jó. Bazd meg. Isten veri is a bazd meg. Tessék. Ijeszegetsz minket. Halott, tessék jó. Hogy éjszakára kinek ciao. Sziasztok. Halihó. Gecsire megvettünk, hogy majd a fenyegetve igazából a lényeg az, hogy placunkra jönnek a federálnak minket. Annak ellenére nem jött egy lila se egyébként. Meg publiba megfigyeltek minket, csak ugye hárman voltak, aztán inkább befogtak, aztán úsztak egy autóint, hogy nekiálltak volna velük lövöldözni. Úgyhogy csak annyira megkérdeni titeket, hogy legalább Darcsiatba dobjatok be egy írás, hogyha esetleg tudtok valami és mi információ megtámadnak minket. Aha, persze ez egyértelműen, hogy szólni fogunk olyankor. Igazából most mi is kaptunk egy infót, hogy tényleg a fehérekkel együtt bandázták most, de azt, hogy együtt támadnának, azt én kétlem. 2-3-an vagyunk, azt azért. 10-en jönnek ránk, azt még így sem merek betámadni őket publikban. Szállnám, most geci. Engem előbb ők hívtak. A zöldekhez tartozok el. És valaki megadta a számomat. Engem meg fej volt valaki az asztékok közül, hogy keresnek minket a rilák. Nem Dick Soszi van. Szóval tép érdekes. Velünk is akarnak beszélni. Na. Kicsoda? Persze most. Dick is szakkan nekik. Vannak most ott? Hívd már fel amúgy, visszahívod? Megnézzük, hogy... méregetni, hogy övékén megint a szép, vagy mi van? Nem, ők csak felhívtak minket egy keringőre, hogy vagy a kékekkel lesznek a banda háborúba, vagy folytatjuk ezt a városba, lövöldözzük egymást, mint régen. Érdekes. Nagyon régen, a fél éve, nem tudom, valamelyik kötök itt voltak. Á, igen. Emlékszek ilyen, hol volt akkor, ékszeres lövöldözésre, meg ilyesmi, akkor ott voltam közelben. Igen, megvagyunk. Ugye. Én csak ennyi, mi nem akarunk semmilyen segítséget, nem is akarjuk, hogy beleszálljatok ebbe az egészbe. Én csak annyit kérek, hogyha tudtok valami, és betámadnak minket, legalább annyit szóljatok. Persze, már ez egyértelmű. Milyen a titán? Van titánatok, Bookfent? Piros titánunk van, 2. De jó. Amúgy... nem annyira jó. Kamacsó jobb egyébként, őszinte legyek. Igen, én is mindig azt mondom, amikor valaki telepautókat akar venni, hogy a kamacsó. Csak a kamacsó. Akárki, akármit mond, egy telepautók között import vagy tik. Szép napot! Szép jó szép estét, napot, urai! Szép estét! Minden rendben? Így van, egy kis beszélgetés. Jó van. További szép estét! Szép estét, jó szolgálatot! Ezek csak így bemennek ide jönni? Igen. Ezek mindig így jönnek, bazd meg. Mint hogyha a geci valami áthajáróház lenne, ez a kibaszott csikátor. De nem, mióta volt itt a lövöldözés legutóbb a... Igen, azóta járnak itt elég gyakran. Azóta, ja. Na mindegy. Tehát válaszi autók közül a kamacsó a legjobb, még az azt tudom, azt tudom, ja. Azt tudom. Tehát még sok importot is megbaszol, egyébként egy terepautók az importok közül, az összeset leállázza a kamacsó. Szerintem a 180-as sokkal nem tudod egymásnak ugrasztani. Annyira nagy a kerek. Lehetséges amúgy. Más hátrája nincs. Ez az milyen? A Growler? A Growler a... Ja. Hát a... Ja. Azom is van. Ez jó? Hát... Gyert a publikba azt, akinek kell valamilyen városi autó. Az nekünk is van amúgy Growlerünk. Kiveheted és kipróbálhatod. És nem hallottál? Nem a Growler, a Vises Porsche. Ja, a Vises Porsche. Toyciról nem hallottál semmit, a Hiluxról? Lookfence. Miről? A Toyota Hiluxról. Az melyik? A elektromos? Nem, a terepjáró, a jobb kormányos terepjáró. Lassan lelőm a streamet, megnézem, hogy ilyenkor tolja még valaki. Azt gondolkodok igazából. Gurul a krumpli.
Ne terepautot, te ilyen pautok közül szerintem. Semmi az a baj, hogy nincs. Jézusom, mi ez a sok pitty? Terepautot akarsz csinálni, akkor inkább egy X-et alakítsál át. Remélem, ezt ti nem halljátok, de hogyha igen, akkor bocsi, elnézést. Utálom, mikor így egymás után jönnek meg az izék, a Facebook értesítők. Ilyen raktak rá egy izé gumit. Egy rücskös gumit. Na, tolja még bárki. Szalottam. Van még ilyen hülye, mint én? Az X-et az gecire jól irányítható egyébként, mert jó gyorsulása is. Nekem a 6 is tetszik például. Az egyébként az se rossz. Nekem az van, az kurva jó. 18 street-es. Nem tudom, én most importok közül most vagy egy Subaru-t, egy Mercit ajánlok, az AMG 63-at, ami nekem az van. Subaru mondom még, ami nagyon jó. Meg az előző pörgetetős az izomotóna, az egy tök. A Charger? Igen. Ha még egy darabig. Ja, ez is jó, a terepjárak közül az a Nissan, meg a kormányos az is. Az Nissan, van egy Nissan is. Jobb kormányos Nissan. Na, Mystic lecserélt a cipőjét. Converse-re. Vagy Toyota? Éj, Converse lett. Ez a Toyota, geci. Toyota Hilux. Fel a fejed. Tiltelen még emlékeztem, hogy hasonló is. Azt mondtam. Imádom. Azt kérdeztem tőled. Hát tudom, csak izé hasonlít. Csak azt hittem, hogy van még egy ilyen Nissan, ugyanígy néz ki. A izét tudom még mondani neked, teleautóval nem ajánlok. Ti láttok még valakit, aki tolja csépét? Mert én csak a 18-as látom. Hát a prémiumból, ami tetszett, meg ami jól ment régen, az mind megvan. Tehát... nagyon sok. Igen, papikácska, én is őt látom. Ami 10 000 most. A Dodge. A 69-es? Ja, az a zöld kuka, az szokásosan ilyet csinál. Tudod, ilyen deszink probléma, hogy úgy érzékelé, neki mentek, pedig nem mentek neki, és ilyenkor osztódik, meg ilyen hülyeségeket csinál. Nekem, mert Subaru-t akarok, az ilyen gizdabandás autó. Kurva jó kocsi. Csak ugye nekem egy, nem tudom, AMG-t és Mercedes-t is azért vettem, amikor még régebben jöttem a városba. Akkor, hogy legyen egy autó, mert rusta voltam dolgozni. Ez logika kb. Hát de most geci. De ez megmaradt most is, tudod? Persze, és egyébként mai minden napot használom konkrétan menekülésre is, mert... Igen, én csak őt látom jelenleg. A Super Tahót semmivel nem... Mondjuk azt most bozították amúgy a Mercit. Hát ne tudd meg, legyorsan... Akkor megyünk hozzá. A Mercit is. Nagyon elfáradtam, úgyhogy sleep lesz azután nekem. Gyorsulásileg. Még egyszer? Mondom, a Merci leggyorsabb gyorsulásileg az autó. Biztos vagy benne? Biztos vagyok. Én egy Subaru-val basztam meg valamelyik nap. GT63-as Mercedes. Akármit mondod, de a Subaru meg a 63-as Merci. At least a olyan. Eddig is izé társak voltak, ilyen vetélytársak voltak. Az a baj, hogy szerintem ő is pont befejezik. Meg Audi RS6-ta? De figyelj, tesóm. Ja, már nonozni akkor az akkor is te. Ezek az autók közül, amit nem is felsorolsz. Összeset oda verje izé. A 6 Super Tahoe. Meg se fordul, de már 100-ban elmondom neked. Jó, az. De én szerintem most nem csépeim van, ez egy másik szelónak tűnik. Igen, de egy terepautó is a városi autók elfogására használják egyébként. Mi? Terepautó, érdekes. Is, és mondom, na mindegy, hát akkor most nem megyünk sehova. Tényleg jól néz ki. De Potkányhoz belézhetünk. Potkány tévét bírjuk. Bírósba az igazi. Úgyhogy akkor megyünk Mr. Potkányhoz, aki a Red Dead RP-zik. Kipasszott nagy zászló a tetejé. Így, ahogy mondod. Meg egy 0-1-es az oldalá. Mindjárt jövök, hozok én revolvert, neked megígértem. Hát a Duda az már benne van. Két perc is felé. Oké. Ja, csak igen, mindjárt jövök. Jaj. De abba a kocsiba kell a Duda, csak mondom. Úgyhogy az narancsága legyen. Jó. Mocskos nagy amcsi zászló a tetején. Kommunista amcsi zászló. Így van. Úgy menjünk Potihoz, csatlakozza mindenki, kaptok érte pontokat, meg mindent is, meg biztos jól esik neki is, hogyha benézünk hozzá. Ki vagy pucolkodva, randid lesz? Így van, etesd még benne, pihentesd le még utoljára. De hogy is, hát... A vidrácskát. Biztos, hogy nem. Ütlek áslok. Nya.
Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki beugrott. Herman, neked nagyon szépen köszönöm, aki azt a subgiftet. Már a harmadikat. Hatalmas király vagy. Valószínűleg holnap találkozunk, de milyen nap lesz holnap? Szombat, igen, valószínűleg szombaton még leszek, vasárnap meg családi programom van, úgyhogy a vasárnap az vélhetően kimarad, de még akkor is lehet, hogy este beugrok, meglátjuk igazából. Szóval mindenkinek nagyon szépen köszönöm, hogy beugrott, hogy beszélgettünk egyet, mindenkinek köszönöm a követést, és Herman, neked külön köszönöm a subgiftet. Hallod-e? Sziasztok, legyetek jók!